Jó estét! Kiírás szerint ugye a Conteók természetrajzáról szeretnénk ma este beszélgetni. De hát ugye kezdjük a, hogy is mondjam, a kis stílű apró munkával. És a, minek mondjam, napi szarral, napi bulvárral, napi politikával, napi ugye, sajtószabadsággal. Napi sajtószabadsággal. Ugye itt van az indexügy. Nagyon is jól kapcsolódik egyébként a Conteók természetrajzához. Ezt akartam mondani, pontosan. Ezt akartam mondani, így van. Tehát, hogyha egy ilyen esemény történik, akkor rögtön jön a Conteó. És egyébként ennek a lélektanáról is érdemes lenne egy kicsit beszélni, vagy pár szót körüljárni, hogy bármi történik a világban, akkor miért jelenik meg rögtön Conteó? Egyébként tényleg régen vajon ez így volt? Most így belegondoltam, hogy még a 20. században bármi történt, rögtön megjelent, akkor is volt Conteó. Volt Conteó. Összeesküvés elméletek virágoztak. Volt Conteó, csak a Conteó meg a tény az ilyen nagyon erős versenyben volt egymással. Folyamatos versenyben. És időről időre a Conteó a tény elé hágott, aztán a tény visszaelőzte. És ez zöldöklő verseny zajlott a 20. században. Uh-huh. És nagyjából a 21. században lépve a Conteó megelőzte a tényt. Igen. És nem csak, hogy megelőzte, hanem most már ott tartunk, hogy a tény körhátrányban van. Uh-huh. Tehát sokszor az az élményünk, hogy elől megy a tény, és mögötte jön a Conteó, de valójában a Conteó már plusz egy kör teljesített. Ja. Egyébként figyelj, ha most megkérdeznének engem, hogy most mi van az indexel, meg mi történt, én esküszöm, nem tudnék válaszolni, hogy mi történt. Nem tudnék válaszolni. Az olvasott, meg hallott dolgokat mondanám föl, hogy hát állítólag az történt, hogy. Ugye, tehát két narratíva van most jelen pillanatban. Az egyik az, hogy a Fidesz kinyírta az egyik legnagyobb, legolvasottabb, legrégibb, legpatinásabb, nevezzük bárminek, ellenzéki sajtót. És ezzel megint csak szűkült a magyar sajtószabadságnak a tere. És a NER megint nyert egy csatát, és akkor az Index besorakozott a TV2, az Origo, a mi volt még? Volt pár, Ripost. Ilyen, Ripo, stb. Igen. Blik. Tehát amiket megszerzett a NER média. Egyébként érdekes módon az Indexel párhuzamosan a Slomo fölvásárolta hajzét is. A 168 órát. Egyébként ez a vicces, hogy a Kuruc infón a nácik mindig poénkodtak ezzel, hogy 168 tóra. De nem hitték, hogy a testvérlapjuk lesz. Meg, hogy ez tényleg megvalósul, és tényleg egy zsidó vallási közösség veszi meg valóban. És hogy egy rosszabbuk nem lehet. Tudod? Igen, abszolút. Abszolút. Egyébként nagyon vicces ez a brit szervezet. Ez egy régi ilyen jótékonysági, politikai, meg mindenféle kicsit ilyen szabadkümves ízű valami. És ugye itt ment a sajtóba, hogy a brit megvette, és akkor én mondtam is, hogy a brit konzervatívok Pesten nyomulnak, meg a brit tudósok, írja egy kommentelő, tudod, ez. Na mindegy, visszatérve az Indexre, tehát érdekes, az Indexnél egy nagy botrány, a 168 óránál meg csak annyi, hogy kirúgják a főszerkesztőt, és a Slomóék megveszik, viszont a Rózsa Péter lesz a klubrádiós Rózsa Péter lesz ott valaki, tehát ott valami kiegyezés, tudod? Tehát a Fidesz szerintem nem úgy gyalul le mindent ám, érted, de hogy mint az Origo, mert az Origo az nagyon kemény, igen, érted? Csak tudod, vagy Magyar Hírlap annak idején. Tehát az egyik ilyen legkeményebb balliberális orgánumból lesz egy ilyen nagyon kemény jobber orgánum. 168 óra biztos, hogy nem lesz soha olyan, mint az Origo, meg a TV2, meg a... Igen, csak az Origóval az volt a baj, amilyen, már a Fidesz szempontjából, tehát az a Fidesz szemszögéből, ezért aztán átállította és átformálta olyanra, amilyet látni akar. A 168 órában meg az a jó, amilyen, ezért felvásárolja, és olyannak meghagyja, amilyen. Jaj. Hiszen ezzel ez az ellenzékiség, ez a Mester Ákos és Bölcs István fémjelezte 168 óra, ez az, amivel szemben ő kétharmadot kapott, immár háromszor. Jaj. Ez az, amelyik az ő
az ő fülkeforradalmát generálta. Nem zavarja a vizet, sőt. Az Origóval kapcsolatban nagyon más a helyzet. Én azt gondolom, hogy mostanra a Fidesz már megbánta, hogy az Origót átállította. De miért? Mert senki nem olvassa. Mert föl lehet tölteni egy szerkesztőséget droidokkal, de valójában csak leépíted a szerkesztőséget. Tehát volt egy nagyon olvasott hírportál, és a nagyon olvasott hírportálból csináltak egy senki által nem olvasott, senki által nem kattintott, tök érdektelen felületet, amit a NER hívei sem olvasnak. Mert olvashatatlan jóformán. Tehát, hogy egy ilyen propaganda felület, amit... Vannak ilyen... tudományos ismeretterjesztő cikkek is. Igen. De valahogy... Honnan szoktad szedni biztos a természettudományos megállapításaidat? Igen. Na jó. Szóval, visszatérve figyelj az Indexre, ugye a másik narratíva pedig az, hogy hát a Gyurcsány megszerezte. Vágod? De a kettő számomra egyébként, hogy mondjam, számom, tehát komplementaritás. Tehát én nem szeretem a vagylagosságot, tehát az én gondolkodásom az ilyen komplementár. Tehát, és hogy a kettő az ugyanaz. Érted? Tehát ha a Gyurcsány szerzi meg, akkor is az a NER támasztéka, mert a Gyurcsány nélkül elképzelhetetlen a NER propaganda. Egyrészt szerintem egy gyurcsányista lapnak bazd meg úgy örül a NER, mint majom a farkának. Egyrészt a Gyurcsány nélkül a NER sosem jött volna létre, másrészt a Gyurcsány nélkül már rég megdőlt volna. Igen. NER megalakulásához épp úgy kellett a Gyurcsány, mint a NER fennmaradásához 10 éven át. Igen. Hát talán ezért nem ül Gyurcsány Ferenc, hiába ígérte meg Orbán Viktor 2010-ben. Szóval én azt gondolom, hogy átállítani az Indexet, ennek semmi értelme nincs. De egy 1.200.000 kattintású hírportált leépíteni, lerongyolni, gyakorlatilag egy aranytojástojó tyúkot levágni, majd meg se enni, hanem odadobni a kutyáknak. De ez nem jó üzlet. Se nem jó propaganda. Tehát semmilyen szempontból nem hasznos, se üzletileg nem hasznos, se politikailag nem hasznos, semmilyen szempontból. De én azt gondolom, meg én úgy látom ezt az esetet, hogy az Indexnek a szerkesztősége az elfáradt abban, hogy 10 éve fideszes tulajdonossal működik, és várja, hogy mikor állítják át, vagy számolják fel a szerkesztőséget. És nem úgy várja, mint a vágyait, hanem úgy várja, mint a félelmeit. Tehát rettegi, de akárhogy is, ebben a félelemben, meg ebben a diszkomfortos várakozásban telt el 10 év a szerkesztőségben. És a helyzet az, hogy volt egy csomó tényleges beavatkozási kísérlet a szerkesztőség munkájába, egészen addig, tehát ezeknek a beavatkozási kísérleteknek a nyomán távozott onnan a Tótavi Árpád, az Új Péter, meg a Bede Márton, meg még Tótavi már 10 éve megírta, hogy ő azért jött el, mert a Fidesz belenyúl az Indexbe. Ezt mondom. Már 10 éve ezt megírta. Ezt mondom, tehát hogy voltak ilyen beavatkozási kísérletek, de azt is tudjuk, hogy amikor a Simicska Lajos 3 évvel ezelőtt átvette a lapot a Spéder Zoltántól, és a Simicska Lajos ezt a felügyeletét az Indexnek erre az alapítványi kuratóriumra bízta, azóta, hogy ez a kuratórium felügyeli az Indexnek a működését, azóta nem történt beavatkozás az Index szerkesztőségének a munkájába. Legalábbis ilyen esetről nem hallottunk, ilyen esetről a szerkesztőség egyetlen tagja sem számolt be azóta sem. Na, figyelj! Tehát, mondjad. Hát most arról van szó, hogy a Bodolai, aki igen, vezette ezt a kuratóriumot, most ezt a Bodolait nevezik meg, mint Fidesz ügynököt, és a kollégáit ebből a kuratóriumból, a Stankócit, meg a Szombati Pált. Ők a gyurcsányisták. Nem! Ők a Fidesz ügynökök. Oké, de Gyurcsány Ista meg Fidesz ügynök. Vágod.
Én értem, hogy a Gyurcsányista is Fidesz ügynök, de ő áttételesen. Érted, de tudod, mi jutott eszembe? Hogy ez a botrány, tehát ha én most NER újságíró lennék, itt látszik egyébként, hogy mennyire faszok, mert ezt így ki lehetne használni a jó trollkodásra, tehát, hogy gyurcsányistákat lefidesz ügynököznek, és kurva nagy botrány van az egészből, és most már ilyen nemzetközi publicitás is kapott. Egy picit, tudod, olyan ez, mint amikor a Rajk, jugoszlávista, titóista, imperialista ügynök volt, mert a pártnak fontosabb volt, hogy legyen imperialista ügynök, és így a gyurcsányista elvállalja, hogy ő orbánista azért, hogy botrány legyen a Fidesz. Bazd meg, én ezt megírtam volna a 88-ban, de ezeknek semmi fantáziájuk nincs. Dániel Zoltán azaz imperialista béka emberekkel találkozott. Ez tény. Ez kétségbe vonhatatlan. Ez kétségbe vonhatatlan. Igen, igen, a bodolai. Na, szóval, hogy arról van szó, hogy a szerkesztőség tagjainak az idegrendszere egyszerűen elfáradt. De egész biztos vagy te ebben? Én így látom. Én így látom ezt az esetet. Egyszerűen nem bírták tovább azt a feszültséget, ami a fideszes tulajdonossal jár, meg azzal annak a lehetőségével, hogy bármelyik nap bedarálhatják a szerkesztőséget, vagy átállíthatják a szerkesztőséget, vagy föltölthetik droidokkal, mint az Origo szerkesztőségét. Én egyébként egy... És... Figyelj, Robi, nem tudom, tehát én... Most beszélgetünk, ez egy kocsmai beszélgetés. És azt mondtad, hogy megyünk az árral, tudod, hogy most beszélgetünk. Tehát, hogy kint az udvaron, két sör mellett. Na, hogy ha én indexes újságíró lennék, akkor én csak azért sem álltam volna föl, hanem elkezdtem volna kőkemény ellenzéki cikkeket nyomatni, érted? És ha azt letiltják... Ha azt letiltják, na akkor van igazi balhé. De ez történt. Fél évvel ezelőtt Dul Szabolcs lett az Index főszerkesztője. Ezt a Dul Szabolcsot egyébként a bodolai nevezte ki. Tudod, a Fidesz ügynök bodolai. Meg a Dul Szabolcs a Hír TV-ben meg szokott jelenni ilyen vitaműsorokban. Ezt mondom, hogy a Dul Szabolcs lett a főszerkesztője az Indexnek. És gyakorlatilag az elmúlt fél évben az Index szerkesztőségének a munkája már nem is emlékeztetett, a független újságírásra, hanem kifejezetten egy politikai aktivizmus az, ami ott folyt. Ez az én meglátásom. Már ilyen balliberális politikai. Igen, politikai aktivizmus. Lásd a nélkülem, tudod, nem állt föl a csávó direkt. És igen, ezek. Igen. És a helyzet az, hogy tulajdonképpen ez provokálta a szerkesztőség, amiről te beszélsz. Valójában provokálta a szerkesztőség, hogy átállítsák, vagy darálják le, vagy most már történjen. De nem csináltak semmit. És a dolog nem történt. Igen. És a dolog nem történt. És egy ponton már elegük lett ebből. Akkor te egy pszichológiai. Egyszerűen elegük lett. Igen, egyszerűen egy ponton már elegük lett ebből. Hát nem bírták tovább az ezzel járó feszültséget, hát nem bírták tovább az ezzel a kiszolgáltatottságukkal járó feszültséget, azt, hogy a munkájuknak hát sok hozama nincs, három egymást követő kétharmad a Fidesznek. Ezen kívül a pénz, amit megtermelnek, az a NER közeli vállalkozó zsebébe vándorol. Akkor elkezdtek közösségi finanszírozást kezdeményezni, ugye? Pénzt tarháltak a fideszes tulajdonosnak, ami megint egy abszurd helyzet. Tehát adakozzatok pénzt a fideszes tulajdonosnak, hát ha akkor nem állítják át a szerkesztőséget. Tehát tömködjük még további pénzzel a fideszes tulajdonosnak a zsebét. Méghozzá az olvasók adják össze ezt a pénzt. Mert ez a függetlenség záloga. Tehát félreértés ne essék, nem Dul Szabolcsnak gyűjtöttek, nem a szerkesztőség tagjainak gyűjtöttek, hanem az Indexnek. Az Index tulajdonosa pedig a fideszes vállalkozó. Most én egész konkrétan nem tudom, hogy melyik fideszes oligarcha tulajdonában van jelenleg az Index, de hogy fideszes tulajdonosa van, azt így tudjuk. Többségi tulajdonos. Uh-huh. Szóval arról van szó, hogy ez a bodolai, ez a független működésnek az álloga volt három éven keresztül.
Plusz a politikai, szabad politikai aktivizmus záloga volt az elmúlt fél évben. És ebből a bodolaiból hirtelen, minden előzmény nélkül egy Fidesz ügynököt kreálnak, gyártanak le. Hát a balliberális véleményelit, a komplett véleményelit. Akkor mégis igaz ez a Rajk párhuzam. Persze, hogy igaz. Nagyon, nagyon helytálló. Szóval egy Bodolai László egy akkora fideszes ügynök, hogy mostanáig a Tilos Rádióban volt műsora. Na most már kirúgták onnan. Na jó, de ott még náciknak is volt, mint nekem. Na hát igen, ekkora náciknak volt, mint neked. Szóval akkor ott van a Szombati Pál, akiből a másik Fidesz ügynököt legyártották. De Szombati Pálnak makulátlan balliberális pedigréje van. De annyira makulátlan, hogy ő volt a Magyar Hírlapnak a főszerkesztője, amikor a Széles Gábor átállította a Magyar Hírlapot a jobb oldalra, és leszállította Orbán Viktor lábához, akkor Szombati Pál fogta magát és fölmondott. Tehát azt tette, amit most az Index szerkesztősége tesz. Ugyanazt. Felmondott, mert a Magyar Hírlapnál már nem lehetett pártfüggetlenül újságot írni. Most hagyjuk is, hogy az addig pártfüggetlen volt-e, vagy sem. A lényeg az, hogy ugyanezt a gesztust tette meg. És mindez nem elég. Most már ő is Fidesz ügynök. Úgyhogy a csávónak 2010 óta, hogy megalakult a NER, már a Szombati Pálnak gyakorlatilag megsemmisült az egzisztenciája. És most már ő is Fidesz ügynök. Akkor a másik ilyen figura az a Stankóczi András. Stankóczi András, hát ő neki a Válasz Online-ban jelentek meg írásai egészen eddig. Eddig az Indexes botrányig, mert Stankóczi Andrást Stumpf András hát elbocsátotta, és a OTV-ben Rónai Egont biztosította arról, hogy Stankóczi András cikket többé a Válasz Online nem fog megjelentetni. Tehát ezeknek a figuráknak ellehetetlenítik az egzisztenciáját. Szombati Pált a Pozsonyi Új Szó nevű újságba írt eddig, összeférhetetlenségre hivatkozva elbocsájtották. De milyen összeférhetetlenség ez, hogyha valaki az Indexet vezető alapítvány kuratóriumának a tagja, akkor az nem írhat a Pozsonyi Új Szóba? Miféle összeférhetetlenség ez? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a kurzus kirekesztett, tehát ki vagy rúgva. Összeférhetetlenségre való hivatkozással. És ők a Fidesz ügynökök. Igen, ők lettek kikiáltva Fidesz ügynöknek. És én, de figyelj, nekik mert megmondom már... őszintén, hogy én azt gondolom, hogy nem a tömeges, nem a Fidesz ügynökökhöz tartozik a tömeges felmondás, hanem a tömeges felmondáshoz tartoznak a Fidesz ügynökök. Így van. Tehát nem arról van szó, hogy ott voltak a Fidesz ügynökök az Index vezetésében, és a Fidesz ügynököknek a befolyása olyan fokú volt a szerkesztőség munkájára, hogy tömegesen fel kellett mondani, hanem arról van szó, hogy a szerkesztőség tagjai megelégelték azt, hogy a Fidesz közeli tulajdonosnak termelik a pénzt, meg megelégelték azt, hogy bármelyik nap átállíthatják őket, és nem jönnek értük. Most képzeld el a síralomházban a halálra ítéltet, aki várja a kivégzését. És várja. És ki van írva a kivégzése másnap reggelre, de másnap reggel nem jönnek érte. És harmadnap reggel nem jönnek érte. Hát és egy hétig nem jönnek érte. És azt mondja, hogy doktor Kotász. Igen, de nem jön doktor Kotász, és nem jön. És nem jön, és a síralomházba, és a harmadik héten a síralomházba fölköti magát.
Miért? Mert most már bazd meg jöjjön. Most már legyen vége. Mert már nem bírja elviselni a várakozást. Na most valami ilyesmi történt az Index szerkesztőségével. Várták, hogy átállítsák őket. Várták, hogy ledarálják őket. Várták, és nem jöttek értük. És akkor egy ponton megelégelték, kinyitották a várkaput, mint na ne, mint hogy már Zrínyihez hasonlítsd. De miért? De miért? Ne haragudj. Miért ne Zrínyihez hasonlítsam? Te ebben a mai világban olyan nagyon gyakori, meg olyan nagyon jellemző az, hogy emberek az egzisztenciájukat föladva a semmibe ugranak. Előfordult. Lásd az Ángyánt, meg mit tudom én. Tehát... Na de ezek a legfelemelőbb precedensek az elmúlt 30 évből. Most de nem kell ezt a gesztust lefitymálni. Hogy egy szerkesztőség tagjai egyszerűen testületileg felmondanak és kilépnek, és a nagyjából a semmibe. Most az Index szerkesztőségének 80 felmondott tagja közül hánynak fog munkát adni a 24 pontú? Most itt a cinikusok már írták, Robi, hogy lesz másik, meg ezért, tudod. Most lehetséges, hogy a kilépett szerkesztőség majd létrehoz. A balliberális sajtó, érted, mind a dudva, meg a gomba, meg a gyom így nő ki a földből. Tehát soros pénzen, tehát ez a vágod. Jó, figyelj, nem cinikuskodok, oké, de kicsit túl dramatizálod. Én értem. Hát szerintem meg nem, szerintem meg az ilyen gesztusokat nem kell lekezelni. Tehát ez akkor is egy nagyszabású tett. Akkor ha már valakiket sajnálsz, akkor nem a Fidesz ügynökké lesülyeztet, egzisztenciájukat vesztett, három csávót sajnálod? De miért ne lehetne megtalálni az egyik oldalon az egyik oldallal az empátiát, és egyébként, hogy mondjam, ahhoz, hogy együtt tudjak érezni az Index szerkesztőségével, akik most a semmibe ugrottak a jól fizető állásukból, ahhoz a Bodolainak, a Stankócinak, meg a Szombatinak Fidesz ügynöknek kell lenni. Ja, világos, oké. De... Vagy ahhoz, hogy együtt érezzek a Stankócival, a Bodolaival, meg a Szombatival, ahhoz az Index szerkesztőségének meg szarháziakból kell állni. Hát, bocs! De most hadd lehessen már meglátni az egyik oldalban a becsülni valót, és a másik oldalban meg a sajnálni valót. Olyan fura egyébként, hogy nem voltál ennyire empatikus, amikor a Népszabi megszűnt, de olyannyira megszűnt, hogy még az archívumot is kitörölték a netről. Még itt poénkodtál, hogy hát a Szabad Nép utódja. Tudom, na most azért bocsássál meg. Azért ez egy nagyon más helyzet, amikor megszüntetnek egy orgánumot, és a szerkesztőség tagjai azok meg hát az utcára kerülnek, meg megint más helyzet, amikor egy szerkesztőségnek a tagjai önként úgy döntenek, hogy lemondanak a jól fizető állásaikról, meg a jó kis egzisztenciájukról, és a semmibe ugranak. Na ez a gyanús. Ez a gyanús, mert az ember megszokta, Robi, ezt a cinikus kort, hogy kurvára nincs ilyen. Főleg a sajtóban, tehát a média világában nincs ilyen. Lehet, hogy ez olyan, tudod? Tehát ne legyünk nagyon rossz hiszeműek. És itt már egyébként már megint a Conteók ízéjénél tartunk, tudod? Tehát bennem már rögtön följön, hogy a mi korunkban ilyen nem szokott, nem lehet. Miért nem lehet? Lehet, hogy van, de nem hiszem el, mert minden mögött van valami más érdek, meg számítás, meg ilyesmi, mert ezt tapasztalja az ember hosszú-hosszú évek óta. Tudod? És utána mindig rájön, hogy átbaszták a fejét. Az én fejemet már csomószor átbaszták így a politika ilyen dolgokba. Belelkesedtem, megkönnyeztem, részvétet éreztem, meg különböző dolgokkal, aztán kiderült, hogy hát bazd meg, nem is úgy volt, és így tovább. Érted? Ilyen korba élünk. Nagyon szép egyébként, hogy te így látod az Index szerkesztőségét. Én nem tudom, hogy lássam. Ezzel is kezdtem. Fogalmam nincs róla. Teljesen más, kicsit elemelkedettebb szempontból nézem. Tudod, ez a 5. pecsétbe mondja a civil ruhás, hogy talán nem először mondom ezt magának, és nem is utoljára. Ha emlékszel, annak idején pont a Népszabadság kapcsán, amikor beszéltünk az akkori apunál erről, akkor elmondtam, meg is írtam annak idején, hogy ezeknek a sztoriknak nekem
a konkrétumokon túlmenőleg, mert a konkrétumokról semmit nem tudok, csak amit megírnak, vagy mondanak nekem, és az vagy igaz, vagy nem úgy igaz, vagy egy kicsit igaz, vagy nagyon nem igaz, és itt vannak különböző verziók. De van egy ilyen távolról néző, tehát az az ember, aki, mint például én vagyok, aki alulnézetből éltem meg az elmúlt évtizedeket, és igazából most is alulnézetből élem meg, és te is nagyon sokáig alulnézetből élted meg. Jól emlékszünk arra, hogy a rendszerváltás óta Magyarországon milyen a sajtó helyzete. És amikor egy ilyen dolog történik, nekem mindig eszembe jut a rendszerváltás, eszembe jut a 90-es évek, eszembe jut a 2000-es évek, eszembe jut a Fidesznek a felfeleivel, és stb. És mindig ott vagyok, és akkor vádolnak ismerőseim azzal, hogy én részvétlen vagyok, akkor azt írja nekem valaki a Facebookomra, hogy hát az ilyen éles helyzetekben jól jön egy kis relativizálás, ugye? Majdnem azt írta, hogy áldozathibáztatás, mert nekem a tanulság mindig ugyanaz, Robi, hogy aki hatalmon van, hogy itt Magyarországon soha nem volt igazi sajtószabadság. Tudod, tehát az Indexet, a NER tette tönkre, én ezt elhiszem, de valójában az a metódus tette tönkre, ami eddig mindent tönkretett Magyarországon, mert Magyarországon mindig az van, hogy akik hatalomba jutnak, meg akarnak szerezni mindent. És azt hiszik, hogy az ő tivornyájuk az örökké tart. És hogyha emlékszel a 90-es évekre, a sajtóhelyzete bizony szarabb volt még a mostaninál is. Nem volt természetesen a balliberális média ilyen szinten, hogy mondjam, ilyen 70-es évekbeli szörnyű, mint amik. Tehát még a Friderikuszt, aki, ha emlékszel a Gyurcsányos beszélgetéseire, meg a Friderikusz-féle M1-en a nem tévéhíradó, tudod, volt egy ilyen műsora. Szólásszabadság. Így van. Borzalmas volt, szörnyű volt, de kétségtelenül, hogy a faszi egy képzett, egy tehetséges figura, a Friderikusz. Én sose szerettem, de el kell ismerni róla, amit el kell ismerni. És biztos, hogy a NER nem tart ezen a szinten, mint a Friderikusz. De ezek csak fokozati, meg hangsúlybeli, meg szakmai, meg ilyen apróbb minőségi különbségek. A lényeg mindig az volt, hogy aki hatalomba került, az bazd meg a másikat letaposta a büdös picsába, és minden alternatívát letaposott, és mindent magának akart megszerezni. A 90-es évek sajtóhelyzete az úgy volt, hogy mindent a balliberális média uralt, a szocializmusból, a Kádár korszakból, az MSZP-SZDSZ paktum révén átörökölték az átmentett egész országos médiát. Kezükbe volt az egész, érted? És az egy olyan helyzet lett volna, azóta már nem volt ilyen helyzet. A rendszerváltás lett volna, tudod, egy olyan helyzet, hogyha a pozícióba, sajtópozícióba, még ha a választásokat nem is ők nyerték meg, hanem az MDF, de abba a pozícióba jutott balliberális elit, nem is értelmiséget mondok, elitet, egy pici önmérsékletet tanúsít. És nem csinálja azt a totális vélemény valamit, érted? Akkor ma nem ez a helyzet. Nem jó szívűségből, Robi, nem jó szívűségből, hideg számításból, érted? Tehát, hogy a tivornya egyszer véget ér, fordulni fog a kocka, és milyen jó lenne, ha lenne mondjuk normális konzervatív sajtó, és nem ilyen jobber revolver sajtó, meg NER média, érted? De ha emlékszel, az Antal Józsefet meg a Jeszenszkit is összemosták a csurkával, és mindenki fasiszta volt. A demokratikus karta tüntetései erről szóltak, hogy itt fasiszta geci a kormány. Érted? És ne legyen médiája. Ne legyen. Érted? Tehát és minden, ami... Mi volt az ellenzéki médium, vagy mi volt az ellenzéki média a 90-es években? Csurkaféle Magyar Fórum. Bencsikféle Demokrata. Volt egy napi lap, az Új Magyarország. Először nem is az volt a neve. Később lett Új Magyarország. Mit tudom, az Új Maónak is csúfolták. Érted? Megszűnt. És pazd meg, még azt a kevés baloldali ellenzéki sajtó pláne nem volt. Az Eszmélet című folyóirat, meg a,
meg a Türmer-féle szabadság, érted, még viccnek is rossz, azok voltak a baloldali rendszerkritikus lapok. Mindenhonnan, érted, a neoliberális cucc ment, a Csapból is, a Heti Hetes volt a fő fórum, ami oktatta a népet, érted, neked esélyed nem lett volna a 90-es években, hogy megnyilvánulj, főleg ezzel a izéddel, amilyen te vagy. Érted? Nekem az első neoliberalizmust ekéző eszémet a Liget című alig olvasott irodalmi folyóirat közölte. Érted? Tehát kurvára, tehát ma még sokkal jobb a helyzet a NER alja média dacára is, mint abban az időszakban. Tudod? Tehát ha akkor egy picit mondjuk nem tudom, mennyire determinált ez a dolog, de hogyha akkor egy pici önmérsékletet tanúsítanak, tudod, és akkor akár segítik az ellenzéki médiát, érted? Hogy legyen normális konzervatív, legyen normális baloldali, vagy szociáldemokrata, tudod, lehet, hogy nem ez a helyzet. De itt ugye az a metódus, hogy bazd meg, én hatalomban vagyok, mindent megszerzek. És hát a Fidesz is ezt csinálja. Nagyon profin, nagyon szemét módon, érted? Mindent. Csak nem tud eljutni egyébként abba a kényelmes pozícióba, ahol a 90-es években a balliberális elit volt, mert van internet, meg van közösségi média. Az internetet kéne lekapcsolni, vagy ilyen kínai rezsimnek kéne ahhoz lenni, tudod, hogy abba a kényelmes pozícióba eljusson. Tehát, hogy mondjam, egy ilyen esetnél, mint az Index, a konkrét eseten túllép egy picit felülemelkedve, nem tudom, mennyire értesz velem egyet, tehát vonjuk már le legalább azt a tanulságot ebből az egészből, hogy rossz az, hogy Magyarországon 1948 óta nincs szabad média. Csak átmeneti időszakban a Simicska nevű oligarha összeveszik, érted, az Orbánnal, és akkor van egy kis kegyelmi időszak, és akkor beenged mindenféle alakokat, ilyen kétes figurákat, mint Puzsér, veled együtt engem, meg mit tudom én, érted, a izébe. És akkor ott lehetünk úgy függetlenek, hogy nem vagyunk attól még egyik szekértáborhoz sem tartozóak. És gondolj bele, egy ilyentől volt egy rövid ideig szabad média, hogy az oligarha összeveszett, basz meg a miniszterelnökkel. Milyen állapotok ezek már? Érted? Milyen állapotok ezek már? Tehát az Indexet, meg ezeket az eseteket nem lehet kiragadni, érted, a történeti kontextusból. Nem lehet kiragadni. Az egyedi eseti eset, oké, biztos, hogy van mögötte valami, a faszom se tudja, melyik összeesküvés elmélet igaz, vagy mi történt valójában. Az is lehet egyébként, hogy neked van igazad, és tényleg így volt. Felmondta az idegrendszerük a szolgálatot, és akkor inkább kész felmondtak. És mentek a semmibe, és ez egy heroikus kirohanás volt, mint az Rínyi. Lehet, hogy igazad van. De ennek egy mélyebb tanulsága van a magyarországi sajtóviszonyokra vonatkozólag. Mélyebb tanulsága. És az a tanulság, az a Népszabadságnál is volt, az Origónál is volt, a TV2-nél is volt, a Magyar Nemzetnél meg már többször volt. Azt tudod, a Magyar Nemzetet hányszor cserélték, meg kétszer-háromszor cserélték ki az egész garnitúrát? Na vágod. Hát a köztévében is ez volt 4 évenként. Már hogy kivágták a garnitúrát, azt jött az új. És akiket éppen kirúgtak, azok mártírkodtak. Csak arról nem volt szó, hogy ezek pont 4 éve vannak ott, és pont 4 évvel ezelőtt kirúgtak egy komplett garnitúrát, hogy ők oda mehessenek. Arról sose volt szó. Ők a sajtószabadság mártírjai voltak, mindig aktuálisan. És 8 évenként ugyanazok, tudod. 4 évenként meg mindig más. Másik brigád. Hát jó. Ja, világos, hogy nincs konszolidáció, nem is volt soha, de tudod, azt se tudjuk, tehát ha már itt tartunk, azt sem tudjuk megfelelbezhetetlen módon kijelenteni, hogyha történt volna kísérlet a konszolidációra, akkor az sikeres lett volna. Most mondhatjuk azt, hogy ha megkísérelte volna a konszolidációt a balliberális kurzus, akkor, amikor nyerekben volt a 90-es években, akkor most nem ez lenne Magyarország. Jó lenne hinni benne, de lehet, hogy ugyanez lenne. Lehet. Mert tudod, mindkét oldal úgy áll hozzá, hogy nincs konszolidáció, meg nincsenek gesztusok, meg nincsenek jogállami, meg össztársadalmi szempontok, meg érdekek, csak gyengeség van.
Ja, ja. Gyengeség. És aki ezeket konszolidál, vagy bármire tekintettel van a nyers hatalom koncentráción kívül, bármire, az gyenge. És az valójában nem erkölcsösebb, nem jobb, csak alkalmatlanabb. Na most abból, hogy az Antal József olyan volt, meg úgy kormányzott, ahogy. Abból az következett, hogy az Antal József az egy ilyen konszolidáció diktál, és hogy akkor a másik oldal is visszafogja magát. Azért, mert ő kizárta a pártjából a Csurka Istvánt. Nem lett ez, nem ez lett a következmény. Antal Józsefről nem azt mondták ki, hogy az Antal József egy ilyen európér, egy ilyen konzervatív, egy ilyen, nem tudom én, Adenauerre, vagy igen, nem tudom én, Helmut Kohlra emlékeztető, ilyen középutas valaki volt, hanem az, hogy hát ez rossz volt az a kormányzás. Nem értettek hozzá, bénáztak, nem találták a hangot a magyarokkal, stb. Uh-huh. Tehát nem az jött ki belőle, hogy ez a konszolidált működés, ez egy követendő példa. Tehát persze, jó lenne hinni abban, hogy lehet konszolidálni. Nyilvánvaló, hogyha nincs Gyurcsány, akkor ez a mostani Orbán Viktor, meg ez a mostani NER sincs. Ez azért elég nyilvánvaló. Biztos, hogy egyik oldalon a kirekesztés, az kirekesztést eredményez a másik oldalon. Tudod, csak az egyik oldalon mindig Európából, meg az emberiségből, meg a humánumból, meg a civilizációból, a másik oldalon meg a szitja nemzetségből, meg a magyarságból, stb. Jó, csak tudod, most például, amikor az Indexnél fölmerül az, hogy ezek a régi ballib értelmiségiek is itt jogállamoznak, meg sajtószabadság, meg minden, tudod, akkor nincs meg az a hitelük. Legalább ők megpróbálhatták volna, ha már annyira kurvára európaiak, tudod? Akkor legalább megpróbálhatták volna, pacifikálni az Ázsiát, vagy valamit, érted? De meg se próbálták, tehát ők ugyanígy álltak hozzá. És akkor mit tud nekik mondani az ember? Hát én azt mondtam nekik, hogy most ne sírjatok, majd nyilván fordulni fog a kocka, semmi nem tart örökké, majd megbukik a NER, majd akkor ti lesztek nyerekbe, és majd akkor olyanok lesznek a piaci viszonyok, hogy akkor majd a ti sajtótok lesz mindenhol, és akkor majd a jobboldali sajtó fog megszűnni, bazd meg. Hát így megy ez, tudod, ahogy a Vonnegut írja az ötös számú vágóit. Tudod, mindig leír ilyen véres geciségeket, és akkor hát így megy ez, tudod, ez a visszatérő formula benne. Két figurának a nevét és a szerepét azt meg kell említeni, és nem szabad elhanyagolni ebben az Index ügyben. Az egyik az ugye a Dulsza Bolcs, a másik meg az Új Péter. Én úgy látom, hogy az ő szerepük az elvitathatatlan abban, hogy az Index szerkesztősége ezt a lépést megtette. Hát ők szították, izzították, korbácsolták egészen odáig a helyzetet, hogy az Index szerkesztőségének érzelmileg, lelkileg már ne legyen más választása, mint a kirohanás Zrínyi módjára. Új Péter, ő már nagyon-nagyon régen elhagyta az Index szerkesztőségét, és összefogdosta a legemblematikusabb munkatársakat, azokat, akiknek a cikkeiért azért nagyjából olvasták az Indexet akkoriban, tehát akiknek ilyen azonosítható neve, arca, karaktere volt, és azokkal megalapította a 444 szerkesztőségét. És várta, csak úgy, mint az indexesek, de én azt hiszem, hogy kicsit más jelleggel, más szándékokkal az Index átállítását, csak úgy, mint a szerkesztőség. Csak amíg az Index szerkesztősége az folyamatosan rettegett attól, hogy átállítják a szerkesztőséget, vagy hogy bedarálják a szerkesztőséget, a fideszes tulajdonosék, addig az Új Péter úgy gondolom, hogy inkább bízott ebben. Ha ugyanis ez nem történik meg, ha ugyanis az Index továbbra is szabadon működhet, ahogyan a Új Péterék távozása után 8 éven keresztül szabadon működhetett, most hagyjuk, hogy mit jelent az, hogy szabadon, a 444 újságírási elvei alapján szabadon működhetett az Index, hát 8 éven keresztül kellett Új Péternek úgy írnia, gyártania,
lényegesen kisebb látogatottságú 444-et, hogy az Index ugyanolyan szabadon szerkeszthető volt továbbra is, mint a 444. Ha pedig ez így van, akkor kurva nagy hülyeség volt kiszállni az Indexből. Vagy legalábbis egyáltalán nem volt jó üzlet. Vagy legalábbis egyáltalán nem volt jó döntés sem sajtószakmailag, sem médiaetikailag. Tehát semmilyen szempontból nem egy indokolható döntés. Egy 1.200.000-es felületet ott hagyni, és alapítani egy 3-400.000-eset. Tehát arról van szó, hogy ha nem állítják át az Indexet, akkor Új Péter akár maradhatott is volna az Indexben. Akkor Új Péter rosszul mérte föl a helyzetet. Akkor mégsem volt más, mégis volt más lehetőség, mint kiszállni és alapítani egy új lapot. Esetleg lehetett volna maradni, és hasonló feltételek mellett folytatni tovább az Indexnek a gyártását. Tehát ahhoz, hogy Új Péter jogosan szálljon ki az Indexből 8 évvel ezelőtt, ahhoz az alapítvány kuratóriumának a tagjainak Fidesz ügynöknek kell lenniük. Na már, tehát Fidesz ügynököt kell legyártani belőlük. Már Conteónál járunk. Nekem a dolog, bocsáss meg, de így áll össze. Nekem a Új Péter viszonya az Indexhez az olyan, mint a Gyurcsány viszonya az MSZP-hez. És az Új Péter viszonya a 444-hez meg olyan, mint a Gyurcsány viszonya a DK-hoz. Bocsáss meg. Elnézést kérek, hogy nekem ez így áll össze. Az Új Péter kiszállt az Indexből, megalapította a 444-et, és az volt a nagy terve, hogy az Indexet majd átállítják, vagy majd elsorvad, vagy majd... Akkor ő fogott össze Orbánnal azért, hogy az Indexel ez történjen. Remek következtetés. Hát egyszerűen arról van szó, hogy a Stankócinak, a Bodolainak, a Szombatinak, meg a Supermannek, az SDS marketing kreatívjának, aki a Kovács Pistis kampányt kitalálta és tudom, legyártotta. Ki az a csávó, tilos rádiós volt. Nekik, Fidesz ügynököknek kell lenniük. Vagy Új Péter hiába szállt ki az Indexből, és semmi szükség nem volt arra, hogy létrehozza a 444-et. Ha ezek nem Fidesz ügynökök. Tehát Fidesz ügynökök. Dulszabolcs annak érdekében, hogy végre tényleg számolják fel az Indexet, vagy állítsák át az Indexet, gyakorlatilag megvalósította az utóbbi fél évben ezt a politikai aktivizmust, mint újságírást. És elnevezte ezt független sajtónak, meg független újságírásnak. Én politikai szereplőként éltem át ennek a önkormányzati kampánynak a során, hogy mit jelent a független újságírás az Indexben. Naponta 60 cikk jelent meg Karácsony Gergőről. 60. Napi 60. Ilyen szinten. Tehát folyamatosan Karácsony Gergő. Folyamatosan. Tehát, hogy ez már... És itt most már nem arról van szó, hogy Karácsony Gergő jobban látszik az Index szerkesztőségéből, mint mondjuk az én személyem, aki egy másik jelölt, hanem arról van szó, hogy teljesen nyíltan és frontálisan kampányoltak a Karácsony Gergely mellett. Az volt a terv, hogy ebből a politikai aktivizmusból egy ponton a Fidesznek elege lesz. És akkor megtörténik az, aminek most már tényleg meg kell történni, mert most már elviselhetetlen a várakozás. És nem történt meg. És nem állították át őket, és nem helyeztek rájuk nyomást. És nem szóltak bele a szerkesztőség munkájába. Viszont megjelent a szerkesztőség vezetésében, mármint a Dulszabolcs főnökeként, a Gerényi Gábor, aki egy átalakítási tervet hozott, hogy
szedjék szét a szerkesztőséget különböző kis cégekre, amely cégek az anyacéggel szerződjenek, és kvázi külső gyártóként szállítsák be a tartalmakat az Index szerkesztőségébe. Ezzel kapcsolatban a Dul Szabolcs kijelentette, hogy ez elfogadhatatlan, mert ez gyakorlatilag a Fidesz, ez gyakorlatilag a Index fideszes átállításának, vagy Fideszhez való átállításának a terve. Mire válaszul a bodolaiék? A Gerényi Gábort eltakarították az Index körül, közeléből, és az átalakítási tervet elvetették. Minden esetre ezt az átalakítási tervet a Dul Szabolcs nyilvánosságra hozta, mint az igazolását annak, hogy át akarják állítani a szerkesztőséget. Én nem tudom, hogy az átalakítási terv célja az volt-e tényleg, hogy a szerkesztőséget átállítsák, vagy nem az volt. A Gerényi Gábor az arra hivatkozik, hogy a Total Kárt ugyanígy egy külső gyártásba szervezte, és azért a Total Kár ettől nem vált pesti srácokká, vagy origóvá. De hát minden esetre ebbe én tényleg nem látok bele. Minden esetre az átalakítási tervet a Dul Szabolcs nyilvánosságra hozta. Na most ez egy olyan szintű etikai vétség egy céggel szemben, hogy a konkurencia tudomására hozod azt, hogy hogyan akarják a cégedet átalakítani, ami után a Dul Szabolcs számára is nyilvánvaló lehetett, hogy ennek nem lehet más következménye, mint az ő kirúgása. És az ő kirúgása az ugye nyilvánvalóan a beleszólás a szerkesztőség munkájába. Akkor ezzel azt mondod, hogy kiprovokálták ezt az egész balhét. Igen. Igen. A Dul Szabolcs egyértelműen kiprovokálta, igen. Igen, az ő elbocsájtását. És ugye ez lett a casus belli. Erre hivatkozva mondott föl a szerkesztőség. Csak én úgy látom, hogy egy főszerkesztőnek a leváltása az önmagában még nem beleszólás egy szerkesztőség munkájába. Tehát, hogyha egy főszerkesztő pénzügyi, vagy ez a hivatkozás, pénzügyi kárt okoz a lapnak azzal, hogy bejelenti, hogy meg fog szűnni az Index, amire válaszul a hirdetők nagyon nem csodálható módon távoznak, és ezáltal a tulajdonosoknak elmarad a hasznuk, ezért a világon bárhol egy főszerkesztőt elküldenek. Én nem tudom, hogy a Dul Szabolcsot, hogy a Dul Szabolcsnak való felmondásnak volt-e politikai motivációja. Minden esetre az a Bodolai László bocsátotta el a Dul Szabolcsot, aki fél évvel korábban fölvette ugyanezt a Dul Szabolcsot. Az a Bodolai László bocsájtotta el a Dul Szabolcsot, akinek a Tilos Rádióban volt műsora, meg aki 20 éven keresztül volt az Index ügyvédje. És aki az utóbbi 3 évben az Index független, politikailag független működését, most hívjuk így, hogy független működését, mert ők így értik, biztosította. Tehát legalábbis azt gondolom, hogy ez a Bodolai László talán nem politikai okokból mondott fel a Dul Szabolcsnak, ezután a szerkesztőség maradásának a feltétele már az volt, hogy a szerkesztőség választhassa a főszerkesztőt. Na most szeretném jelezni, hogy ilyen a magyar sajtóban jelenleg sehol nincs. De a 24.20 szerkesztősége nem választhat főszerkesztőt. Na most tulajdonképpen figyelj, akkor a Fidesznek igaza van, amikor azt mondja, hogy ez egy balli belügy és semmi közük hozzá. Nézd. Igaza is van, meg nem is. Nézd, ha semmi közük nem lenne hozzá, akkor nem vásárolták volna föl az Indexet. Uh-huh. Tehát azért van nagyon is van közük hozzá, csak most már olyan mértékben kiszolgáltatottá tették a baldib sajtót, hogy már igazából semmit nem kell csinálniuk, csak karba kell tenniük a kezüket, kell kérniük egy csikisört. Nem is és, kávét. És végig kell nézniük. Csikikólát. Egy csikikólát. És végig kell nézniük, ahogy a szerkesztőség
gyakorlatilag magára gyújtja az indexet. Igen. Hát, jó, le is tárgyaltuk ezt az egészet, mert nyomasztó is, unalmas is. Egyébként valahol kis stílű is ez az egész, tényleg. Annyira nem lehet nyomasztó, ha unalmas. Az unalmas, az nyomasztó? Nem. De. Nem. Kierkegaard írja egy helyen, hogy a... Jó, oké, igen. Igazad van. Hogy a D... Meggyőztél, nem kell folytatni. Nem neked mondom, hanem a kedves rádióhallgatóknak. Tehát, hogy a démoni, a tartalmatlan, az unalmas. És ebben egyébként sok igazság van. Na, figyelj! A Conteót azért mondanám, mert most van a chemtrail mellett ez az 5G láz. Amikor először meg, hogy 5G, én rögtön arra gondoltam, hogy a O1G. Ez a, nekünk csak 1G-nk van, bazd meg. Mi az, hogy 5G? Az már 5 Orbán. 5 Orbán, bazd meg. Mi a fasz ez, érted? Van egy ismerősöm, aki ebbe így belebolondult, és folyamatosan néz, jelenik meg, érted, a falamon ezek az 5G-s cuccok. És viszont elkezdtem gondolkodni ezen, tudod? És igazából, hogy mondjam, tehát most nem a Conteókon való viccelődést szeretném ezen az estén, hanem egy picit filozófikusabban, meg egy picit a pszichológia szerint körbejárni ezt az egészet, érted? Most halál komolyan. A következő a dilemmám. Fölmerült bennem, hogy mi az a zsigeri dolog bennem, elutasítás, hogy ezeket automatikusan nem hiszem el. Miért nem hiszek el egy ilyet automatikusan? Mert ha azt mondják például, hogy a finnugristák, az egy politikai összeesküvés volt a magyarság lejáratása ellen, és valójában mi hunok, izék vagyunk, sumerok, stb. Ott azt pontosan tudom, hogy miért nem hiszem el, mert bölcsészként vannak ilyen irányú tanulmányaim, és a tanulmányok alatt nem azt értem, hogy az egyetemen azt mondták, hogy már pedig ez így van, akkor elhiszem, hanem az meg módszertant is tanul az ember. Tehát például, ha két szó hasonlít egymásra, az kurvára nem azt jelenti feltétlen, sőt, leggyakrabban egyáltalán nem, hogy rokonok lennének. De hát ha az alapszókincs töve. Az más. De érted? Hangrendi egyezések mutatnak. De ha megnézed egyébként ezeket a déli bábos nyelvészkedéseket, ugye ott az van, hogy hasonlít. Tehát mit, de ilyen alapon érted? Kartágó, Kardhágó. Igen. Akkor... Kopenhága, Kappanhágó. Így van. Piramis, peremes. Peremes. És hát azért piramis, mert peremes. Pereme van. Na, és ez, figyelj, jó, oké, de bazdmeg pont nem szétrolkodni kéne ezt a témát, mert szerintem egyébként ez való nagyon-nagyon tragikus téma is, mert valahol ezek többet ártanak amúgy a hagyományőrzésnek, meg a magyarságnak. Nem a zsidó lipsiknek ártanak ezzel, hanem pont a nemzeti gondolatnak ártanak, tudod, az ilyen dolgokkal. Tehát ez egy öngyilkos, öngyarmatosító valami, ez a déli bábos magyarkodás. Na most, ilyen alapon azt a példát akartam mondani, hogy a spanyol hombre és a magyar ember, akkor rokon szavak, miközben kurvára nem máshogy képződött. Tehát a hasonlóság nem jelent semmit, mert a denevérnek is van szárnya és repül, a madárnak is van szárnya és repül, és a rovarnak is van szárnya és repül, és kurvára más a genetikai elágazás. Ez a morfológiai hasonlóság. Ezt úgy nevezték valamikor, hogy naív nyelvészkedés, a középkorban ez volt a nyelvészkedés. Elolvasod a képes krónikát, abban az van, hogy Párizs városát Párizs királyfi alapította, tudod, aki a trójai Párizs királyfi, mert a név hasonlóság. Ez volt a középkorban a nyelvészkedés. És ennek a gyökere az a nagyon ősi kultúrákban a szómágiáig vezethető vissza, hogyha két szó hasonlít és alliterál egymással, akkor a hasonlósági mágia törvényei szerint akkor jelentésbeli azonosság is van. Akkor ez egy nagyon magas szintű valami volt, ez lesüllyedt a középkorra pusztán nyelvészkedésé, majd ezért tovább az ilyen sumerista, meg az ilyen hülyeségekbe. Na most ezt az ember tudja bölcsészként, és amikor ilyeneket olvasok, akkor persze kapásból mondom, hogy fasság. De bazd meg, amikor ilyen műszaki
meg ilyen dolgok jelennek meg, tudod, hogy mit tudom én, a vírust az agyadba, meg ilyen dolgok. Na most azt honnan a picsából tudod, hogy tehát mi az a zsigeri ösztön bennünk, amire azt mondjuk, hogy fasság. Vagy az oltás ellenesség. Na ezen elkezdtem gondolkodni. Tehát, hogy az, hogy a politikai vagy a céges hatalomból te nem nézed ki csak azt, hogy ők vigyáznak az ember egészségére? Érted? Tehát még egy transznacionális cégből te nem nézel ki szörnyű összeesküvést, hanem te a humanizmust, meg a világra való vigyázást, meg a természet megóvását, ugye ezt nézed ki a Coca-Colából, a Hondából, a mit tudom, az Enronból, akármiből, érted, a Shell-oiból, meg a többiből. Tehát ezt nézed ki egy cégből. Tehát, ha a politikát tekintem, akkor én kurvára bármit kinézek ezekből. Bármit. A gyíkembereket is. Azt is, hogy az agyamba besugároznak. Érted? Bármit kinézek belőlük, tehát semmiféle erkölcsi, meg egyéb gátlása ezeknek a hatalmaknak nincs. De valami miatt, érted, mégis ott van, hogy fasság. És ezt kéne körüljárnunk, hogy mitől és miért, és valóban tényleg az. Érted? Tehát, hogy ennek mi a picsa a lélektana, és mi a biztosítékunk, na itt jön az, amit te úgy nevezted, hogy valóság utáni világ, az meg honnan tudjuk, hogy mi az igaz? Vagy mi a valós, bocsánat, az igaz az más. Mi a valós? Van két mechanizmus. Az egyik az ugye a amikor mindent elhiszek, amit látok, meg olvasok, mert a nyomtatott szöveg az egyszerűen... Olyan tekintély? Igen, igen. Az egyszerűen az intézményrendszernek a felhatalmazását hordozza. De ott van egy súlyos fedezet a dolog mögött. Eleve kinyomtatták. Akkor az átment sok ember kezén. Egyáltalán valahogy oda került az illető, aki leírta. Most úgy érvelek, ahogy a kis ember gondolkodik. Uh-huh. A másik véglet, az meg az, aki meg semmit nem hiszel. Mert ő úgy van vele, hogy paszki, pont az hitelteleníti az ő szemében azt az információt, ami a másik szemében hitelesíti. Aha, kinyomtatták. Aha. Az illető oda jutott, hogy megírhatja. Aha. Ja, ez az. Biztos az igazat írja. Na, és ez a két nagy csoport, az egyik a bolondoké, a másik az őrülteké. Tudom, bolond az, amelyik mindent elhisz. Az őrült az, amelyik semmit nem hiszel. Tudom, az őrült, az úgy érvel folyamatosan, hogy apám, hát te ezt tényleg elhiszed? Hát honnan informálódsz te? És tudod, így átkarolja a válladat. Tudjuk kiktől. És így odahajol hozzád, és azt mondja, hogy na apám, akkor én most elmondom neked, hogy ez hogy van. És valójában ezért a gesztusért, meg ezért a mozdulatért, ahogy átkarolja a válladat, tudod, ezért csinálja az egészet. És mi van? Erre valók a konteók, hogy ő úgy érezhesse, hogy titkot közöl vele, beavat. És mi van, ha én azt mondom, hogy de te honnan tudod? Ő meg fogja nevezni azokat a hiteles hírforrásokat, tudod? Amelyek tényleg hitelesek, vadhajtások.hu, tudod, kurucinfo. Ugye a másik oldalnak is megvannak az ugyanilyen forrásai. És akkor ő ebbe be fog avatni téged. De hogy valójában az ilyen ember... De azok honnan tudják az ő forrásai? Tudod, én most itt keresem tovább. Figyelj, az őrültségnek is megvan a határa, tudod? Egy ponton. Ez nagyjából Soros György és a gyík emberek közt van valahol. Annál nagyobb őrültséget már nem találunk. De Robi... Értem? De várjál, okay. Onnan már csak visszafordulni lehet. Tudod? De én viszont úgy gondolom, hogy... Az egy végállomás. De én úgy gondolom... A buszvezető kiszáll, elszív egy cigit, és utána megfordul. Tehát nincs tovább. Tehát a gyík embereken nincs túl. De Robi, ez nem igaz, mert én például úgy gondolom, hogy az összeesküvés elméleteket valakik gyártják valahol. Arvad kurva anyukat, hol vannak? Az összeesküvés elmélet összeesküvés elmélete. Viszont az is de ez lehet... Viszont jó, mert ez viszont jó, mert ez azt jelenti, hogy ezek hazugságok. Összeesküvés elmélet.
De az is lehet, hogy engem azért fizetnek, hogy ezzel gyengítsem el a valóságot, hogy ilyeneket mondok. A meta összeesküvés elméletnek is megvan az összeesküvés elmélete. Ezt úgy hívják, és regressus ad infinitum, tudatra rátekintő, tudatra rátekintő, tudatra rátekintő, tudatra, és fekvő nyolcas. De hogy ez, meg a zárka kényszerzubbonya. De igen, ez olyan, hogy a negyedik, ötödik tudatra rátekintő tudat után már zárnak befelé. Tudod, már nem kérdezik, hogy és arra nem tekint rá egy tudat, mondja csak. És szóval arról van szó, hogy az ilyen ember az vallásosan retteg, babonásan retteg egy valamitől, attól, hogy átbasszák. Attól, hogy átbasszák. Hát úgy van vele, hogy inkább baszom át én magamat, mint hogy a gyík emberek basszanak át engem. Most mi történhet? Mi a legrosszabb, ami történhet? Hogy valami hülyeséget találtam ki, és abban hiszek. De hát az mennyivel jobb, mint elhinni azt, amit a szervezett tudatipar kikísérletezett, tudod, azokban a vegykonyhákban, a gyík emberek, meg a Soros György, tudod, aki előtt van egy ilyen vezérlőtábla, és azon a, tudod, a különböző pénzeknek, az árfolyamainak vannak különböző ilyen potméterei. Igen. Így föltolja, lehúzza, tudod, azt mondja, hogy a japán jent 45%-kal föltoljuk. Tudod? Putyint viszont leértékeljük most éppen, aztán a tőzsdén visszamegy, politikusokat is tolnak. Persze, Puzsérral egyszer írtunk egyébként egy ilyet, az tuti, hogy az senki nem fogja se kiadni se. Tudod, a zsidók már oda változnak, hogyha megvágod az ereiket, akkor ilyen pénz a vérhelyet. Csorok helyet. Pénz csorok ki belőle lesz. Igen. Na, igen. Igen. Frank Zappa beoltatta magát zsidó vérrel. De... viccen kívül, és képzeld el, azt vette észre, hogy egyre jobban szereti a pénzt. Már 4 napra rá azt érezte, hogy úristen, sosem elég a pénz. És nem tudod hozzájutni, mert 4 nap alatt nem tudod egy olyan egzisztenciát teremteni, amilyen a zsidóknak van. De tudod, a vágy a pénz iránt, az már így jött föl benne. Vagy hogy a karneválban van a hambasban, hogy orra kampósabb volt, mint valaha. Tudod, ez a... Szóval arról van szó, hogy az egyik, az bolond. Bolond, mert mindent elhisz, amit mondanak. Úgy, mint a náci taróban a nullás lap, tudod? A bolond. De a keleti front, katona a keleti fronton, akit elküldtek, hogy ő majd az új Germániát megalapítja valahol Stalingrád alatt, tudod? Aztán megfagy a hóban. Koldus, ja, visszajött. Ja, ja. Tehát ezt akarja elkerülni az őrült. De van egy szentsége a bolondnak. A taróba. Igen, az ártatlansága. Igen, van egy igen, ártatlansága. Igen, de a posztmodern eszmei térben az csak egy balek. Nem ártatlan. Az a posztmodern eszmei térben mindössze egy balek. Akkor egy nyomorult. Teljesen a taró bolondja, na. Arról van igen. Szó, hogy... Na igen. Na, jó. De a náci taróé. Ja, a mi érted? Taróké. Igen. Igen. Na. Az más. A lényeg, hogy az egyik ennek a skálának az egyik végén vannak az őrültek, és az őrültek legnagyobb félelme, hogy csak nehogy bolondok legyenek. Annyira félnek attól, hogy bolondok, hogy beleőrülnek. A bolondok legnagyobb félelme, hogy csak nehogy őrültek legyenek. A bolondnak az élete legnagyobb félelme, hogy nem hihet annak, amit olvas nyomtatva, nem hihet annak a beszélő fejnek, amit a tévében lát. Ez a bizalmatlanság, ő ettől retteg a legjobban, hogy egy olyan világban kell élnie, ahol nem hihet el semmit. Ezért félelmében bármit elhisz. Az őrült az attól retteg a legjobban, hogy balek lesz. Hogy bármit megetetnek vele, és azt mondja, hogy inkább saját konteót gyártok, és abban hiszek. Ezt így nem mondja, mert még Robi, mindig ezer szer jobb, mert ez a lelki mozgató. Ez a tudattalan drive, hogy akkor kitalálok magamnak egy konteót, és abban fogok hinni, és ha nem igaz, legfeljebb a saját hazugságom Maya Fajtlá
val élek, nem pedig a szervezet intézményrendszer ravaszdi hazugságának. Tehát egy valami biztos, hogy ha a saját hülyeségemben hiszek, akkor senki nem manipulál engem. Legfeljebb mondjuk talán nem úgy van, de úgy van, abszolút, de ezer érvem van rá, hogy úgy van. Abszolút úgy van. Most én azt hiszem, hogy ebben a posztmodern eszmei térben a legtöbb, amit tehetünk, az az, hogy keresünk egy keskeny ösvényt félúton az őrültek meg a bolondok között, és azon az ösvényen tartjuk magunkat. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk hajlandóak mindent elhinni, amit nyomtatva olvasunk, meg amit kivetítve látunk, de nem vagyunk hajlandóak mindenben kételkedni, amit nyomtatva olvasunk, és vagy mindent, inkább így fogalmazok, nem vagyunk hajlandóak mindent tagadni, amit nyomtatva olvasunk, vagy kivetítve látunk. És a helyzet az, hogy bizonyos helyzetekben az őrülteknek az önfejűségére van szükségünk, bizonyos helyzetekben meg a bolondoknak a naivitására. Ez így nagyon szép, de ez in abstracto. Tudod, ez a modell, amit mondtál, de mik azok a konkrét módszerek, ami alapján el tudod dönteni, hogy annak hiszel, annak kevésbé, annak jobban. Érted, mi? Ehhez kell a valósággal egy erős kapcsolat. Kell egy fogalmad legyen a valóságról. Ha nincs fogalmad a valóságról, akkor tényleg ő megvezethet akárki, vagy megvezetheted saját magad. Na, nézzük ezt az 5G-t. Egyrészt a valóságról kell egy erős fogalmad legyen, másrészt meg önmagadról. Tudod, hogyha gyönge a fogalmad a valóságról, akkor könnyen válsz őrülté. Ha gyönge a fogalmad önmagadról, igen. Mindenki bolondja lesz. Nagyjából mindenki bolondja lesz. A kollega úr, ebben teljesen igaza van. Egyébként ezért bocs, hogy ilyen ugye meghalt Bogdán László, cserdi polgármestere. Látszólag kurvára nem ide tartozik, de valamilyen értelemben pont erről jutott eszembe. Én őt nem, te ismerted személyesen annyiban, hogy legalább ilyen stúdióban voltatok együtt műsorban. Én egyáltalán nem, én csak olvastam erről az egészről, és akkor amikor itt jöttek ezek a nekrológok, hogy jaj, a barátom volt, a Laci, meg érzed, tudod, állati gusztustan volt. Mondtam, hogy ugye én csak olvastam, és lehet, hogy mit tudom én, voltak mindenféle ügyei, meg hallani ezt, azt, amazt. Azt viszont kurvára becsülöm, hogy valaki, ráadásul egy ilyen területen, mint a cigány kérdése, tehát a falu, a magyar fa, a cigány falu, inkább ezt mondanám, nem a cigányság általában. Tehát, hogy valaki ott csinál valamit konkrétan. Lehet, hogy hibázik, de bazd meg, az nem hibázik, aki nem dolgozik. Tudod? És nem a, tudod, az a terület, ahol csak a pofázás ment egyfolytába. Tudod? Meg az elvek, meg a lefizetések, meg az etnobiznisz, meg a faszom tudja micsoda. Tudod? És akkor ő csinál... Figyelsz? És akkor ő csinált valamit. Na most az például szerintem a valósággal való közvetlen érintkezés. Ha valaki egy faluba bazd meg, csinál valamit. Ráadásul egy ilyen necces szituációban, hogy egy tipikus leszutyat cigány faluból csinált egy élhető, ahol megszűnt a bűnözés, meg mit tudom, tehát voltak eredménye, amit elismertek még az ellenfele is. És azok a cigány politikusok, akik kurvára nem értettek egyet vele. És hogy ez például a valóság, ez a valósággal való érintkezés. A budapesti balliberális szociológus, aki a penthouse lakásból, jó, most karikírozok, mert igazságtalan vagyok, mert azért nem ilyenek a szociológusok, de ismerek ilyet, aki ilyen. És onnan beszél, tudod, Borsod megyéről, meg a szegénységről, meg a... Ki fogom kapcsolni a kibaszott mobilodat, az lesz a vége. Nyugi figyelem. Mert én végig figyeltem rád. A Borsod megyéről, meg a szegénységről, meg a izéről, tudod, az egy nem valóságos világban él, az egy nem valóságos világban él, és a maga nem valóságos dolgait kéri számon, meg vetíti ki, meg egyebek, tudod. Vagy akár vegyük a te kedvencedet, Tamás Gáspár Miklóst, aki ugye ki sem mozdul szerintem az 5. kerületből, ha igen, akkor nyugatra valamelyik egyetemre, érted, és akkor mit tudom, sose volt szerintem ilyen helyeken, mint a Ózd külvárosa, vagy mint az Ormánság, meg ilyen, de ő bocsánatot kér a cigányoktól, és akkor okoskodik ebbe a kérdésbe. Sőt, hát leírja azt, hogy a mai proletárok, azok a cégek számítógépei mellett dolgozó ügyintézők.
Igen. Fogalmaz így, hogy ezek a mai proletárok. Miközben jól tudja, hogy a proletariátust, a tényleges proletariátust, azt kiszerveztük a harmadik világba. Nagyon is vannak proletáriai a jelenlegi kapitalizmusnak, csak éppen nem itt élnek, nem itt szavaznak, nem itt olvasnak újságot, nem itt kattintanak. Régi típusú klasszikus proletáriai. A igazi proletáriai. Mert ő ugye azt a marxizet, hogy aki a munkaerőjét eladja, tehát nem. Te is proletár vagy, hát mert eladod a munkaerőjét, nem vállalkozó a vagy. TGM, na, így, a TGM így haladta meg a globalizáció kritikát, és hatolt be a kultúrbal ösvényére. Kvázi a nem globálisan kell gondolkodni, hanem lokálisan kell gondolkodni. Gondolkodj lokálisan, és cselekedj globálisan. Kvázi lájkolj, kattints, oszd meg. Igen, oszd meg, ja. Na, visszatérve erre, tehát érted, tehát mondjuk a Bogdán László az a valóság embere volt. Az a valóság embere volt. A szociológus nem a valóság embere. Nagyon messze vagyunk még a Conteóktól, de mégis az a kulturális alap, ami elvisz minket, tudod, a valóságtól. Egyébként ez ilyenek is például, hogy a mit tudom, 70 féle társadalmi nem meg egyebek, tudod? Tehát ami nem valahogy, vagy azt érzi az ember, hogy nem, olyan világba csöppentünk, hogy az meg nem a valóság. És az a helyzet, ugye beszéltünk itt a Black Lives Matterről, meg ezekről, nekem ott is az volt az élményem, hogy ezek média események, tudod? Média események, és nem a valóságról szólnak. Még az se a valóság, hogy ledöntik a 200 évvel ezelőtti rabszolgatartónak a szobrát, mert ezek szimbolikus cselekmények. Ezek mind valahogy ilyen a virtualitást juttatja az embernek az eszébe. Szébe, tudod? És ez az a kulturális közeg, amiben hemzseg a Conteó, tehát mint a szemétdomb, tehát a romlás virágai, tehát a szemétdombról kinől, tudod, kinől a világ. De egyébként visszatérve az alapkérdése, tehát mik azok a módszer, hát bazd meg, eddig olvastál. Mik azok a, hát vagy pornót néztél, mit tudom én, hát nem látok odáig, öreg vagyok már, és vak. De szöveget láttam ott, így van. Na, tehát, hogy Robi, tehát mik, azt mondtad, hogy a valósággal való érintkezés, ezért mondtam a Bogdán Lászlót példának, meg hát azért is, mert Isten nyugosztalja, ez egy aktuális hír, most halt meg. Tehát, hogy mi a picsa az, amivel tréningezi magát valaki, aki azt mondja, hogy ő lehetőleg tisztán akar látni. Ez egy nagyon súlyos probléma. Nagyon súlyos probléma. Bazd meg, mi, akik ilyen hiperkritikusak vagyunk, minket is megvezetnek ám naponta, azt vágod. Megvezetnek. Bizonyára, de ez nem is baj. A lényeg, hogy amikor kiderül, hogy megvezettek minket, akkor mi ne a kognitív diszonanciát redukáljuk, hanem ragaszkodjunk a hülyeséghez, hanem tudjuk elengedni elengedni azt, amivel hülyítettek, és tudjunk igazítani, tudjunk korrigálni. Hát ez a lényeg, hogy az embernek legyen egy rugalmas világnézeti struktúra a fejében, ami hogyha valami bedől, mert mondjuk nem úgy volt, mert mondjuk megvezették, akkor azt el tudja vetni. Uh-huh. És felül tudja vizsgálni, és ne kelljen ragaszkodnia hozzá, mert ha az nem úgy van, akkor kvázi megdőlnek a személyiségének a tartópillérei. Igen, tudod? Igen. Hát ez igazából a feladat. Figyelj, mondok egy konkrét példát, ahol szükség van a véleményedre. Most nyaljam a segget, hogy ide figyelj. Na. Én is épp egy konkrét példát akartam, de akkor mondd előbb te. Na figyelj, mondok egy konkrét példát. Barátaim ilyen kamunak tartották ezt az egész COVID-19-es hisztériát, és szerintük ez végül is egy hatalmi valami arra, hogy az embereket így felkészítsék bizonyos válsághelyzetekre, meg így a hatalom. Tehát persze van vírus, meg van, de nem az az igazi járvány, tehát igazából ez egy hatalmi eszköz. Tehát kvázi egy Conteóba utaztak ennek kapcsán. De ugyanezek az emberek viszont arra már, hogy a woke mozgalmat, meg ezt az egész Black Lives Matter kapcsán, ezt a kultúrharcot, amikor azt mondtam, hogy igazából ezt a transznacionális cégek futtatják meg pénzelik, akkor meg azt mondták, hogy ez Conteó. A Covid az.
összeesküvés, én meg konteózok a másikkal, ami nekik világnézetileg esetleg ez, nem ez tetszik. A, érted? Na, ez a kurva ijesztő. És okos emberekről van szó, ráadásul, és kurva jó, nekem nagyon jó, szimpatikus ismerőseimről. Hát igen, a bolondnak, meg az őrültnek a státuszából az egyikből a másikba átugrálnak, és a másikból újra az egyikbe, függően attól, hogy az adott információ jól beilleszthető a világnézetükbe, és igazolja-e na, a, ez a, beilleszthet... a monomániáikat, na, vagy pedig éppen szembe megy azokkal, cáfolja azokat, tehát az nyilvánvalóan konteó. Nem lehet igaz, mert ha igaz, akkor én egy fasz vagyok, én pedig nem vagyok fasz. Aha. Ez az én nem vagyok fasz, ez a fundamentuma a világnak. Ehhez igazítjuk a tényeket, illetve a konteókat. Ami szerint nem vagyok fasz, az tény. Ami szerint fasz vagyok, az konteó. És akkor így kell ezeket szortírozni. Ja, ja. Hát nyilván nem vagyok fasz. Ja, hát nem világos. Fogok arra szavazni, amelyik azt mondja, hogy az úgy van, amit én tagadtam, hogy úgy van, ami szerint kiderül, hogy fasz vagyok. A véleményem egy szar. Akkor ő az egyensúlyozásba mit tart szem előtt? Mert ő egyensúlyozik, tehát ő se nem bolond, se nem bolond. Ugye itt olyan emberekről van szó, akik se nem bolondok, se nem őrültek. Az énjének a fenntartását. Tehát, hogy ő egy világra nyitott szellemű, egy nagyon széleskörűen tájékozott, egy hallatlanul mérvadó véleményű ember. Lássuk! Minek kell igaznak lenni ahhoz, hogy ez teljesüljön, minek kell hamisnak lenni ahhoz, hogy ez teljesüljön. Ennek a nézőpontjából kell a világot nézni. És mivel hogy egy személyes kultúrák alakulnak ki, ahogyan Csányi Vilmos fogalmazott, mivel hogy egy személyes buborékok képződnek, ezért összeszedegeted egy személyre szabott portfóliód lehet abból, hogy mi a konteó és mi a tény. Na erről van szó, mert te fölvázoltad a bolondok állapotát, fölvázoltad az őrültek állapotát. De közte van a nagy többség, baszki, aki igazából egyik se. Érted? És mi alapján válogat a nagy többség embere? Mi alapján válogat? Az egója alapján, a világképe alapján, az értékrendje alapján. Elsősorban az alapján, hogy az a világ teljesüljön, amiben ő élni akar. Tehát ez egy vágyvezérelt működés. Arról van szó, hogy van egy olyan világ, amiben én komfortosan élnék. Tehát egy olyan világot kell hazudnom magam köré, amik azok azt a világot építik. Azokat el kell ismerni igaznak, azok a tények, és aki azt kétségbe vonja, az tagadja a tényeket, tehát őrült, ami pedig ezt cáfolja, vagy szembe megy ezzel, az pedig konteó, az hazugság, és aki elhiszi, az pedig bolond. Ja. Na. Na mondja. Akkor mondanék én is egy konkrét példát. Mert ugye a 20. század az úgy nézett ki, hogy voltak konteók, meg voltak tények, de valahogy a tényekhez tartozott egy tekintély. És a tekintélyből vezetődött le az, hogy az a dolog tény, vagy hazugság. Az a tekintély képezte meg, ami tekintély lehetett akár a NKVD tekintélye. Tehát lehetett egy félelem generált a tekintély, vagy a gestapó tekintélye. De hogy ezek is tényeket képeztek, ezek a tekintélyek. Hát hogyha eléggé tekintélyes géppisztolyom van, akkor amit mondok, az tény. Így igaz. Nagyjából így nézett ki a 20. század. Ez a... Nyilván nem így igaz. A metafizikai értelemben ez így nem lesz igaz, de a 20. századnak az érvényesített igazsága akkor is ez vagy gyakorlata ez volt. Ez volt, így van. Na most már lássuk, milyen tekintélyre van szükség ahhoz, hogy egy konteóból tény, vagy egy tényből konteó legyen. Stumpf András a ATV-n Rónai Egonnak így megmondja, így kijelenti, így biztosítja Rónai Egont és az egész Újlipótvárost, hogy Stankóczi András többet nem fog írni a Heti Válaszba. Mármint a Válasz online-ba, mert már nem nyomtatják, már igen, csak online. Igen. Soha többé nem fog írni a Válasz online-ba. Mondja ezt az a Stumpf András, mert miért nem fog írni? Hát nyilván azért, mert Fidesz ügynök. Hát mi másért nem? Hát mert Fidesz ügynök, mert nem megbízható elvtárs. Ki Fidesz ügynököz le Stankóczi Andrást?
az a Stumpf András, aki 2015-ig a Fidesznek volt a politikai aktivistája. Aki 2015-ig Orbán Viktorba volt szerelmes. Aki 2015-ig, pont a G-napig Orbán Viktorban látta a nemzeti felemelkedés zálogát. Pont a G-napig. Milyen kurva érdekes. Na, okay, de... Pont a kibaszott G-napon kapott a fejéhez, hogy baszki! Hát ez teljesen rossz ez az irány. Hát itt vissza kell fordulni a picsába. Hát most, hogy a... Ja, és egyébként ráadásul az imént mondta a Simicska Lajos bácsi, hogy Orbán egy geci. Annál inkább rossz az irány. És ezek így egybeesnek. Erre mondják, hogy szinkronicitás. Aha. Ugye? Igen. És ez az ember, öt évvel később Stankóczi Andrást elbocsátja a Válasz Online-tól, és az ATV-ben biztosítja Rónai Egont, meg lehet nyugodni, ez az ember többé nem ír a Válasz Online-ban. Na most csak ez a kérdés, hogy a 20. században még kellett egyfajta tekintély. Most miféle tekintély az, amelyik Stankóczi Andrást Fidesz ügynökké teszi? És elbocsátja egy Stumpf András, aki 5 éve ellenzéki. Hát baszki, bocs, de mi 30 éve vagyunk ellenzékiek. Nem 5 éve. És holnap után valaki, aki 4 hónapja ellenzéki, majd azt fogja mondani, hogy mi Fidesz ügynökök vagyunk. Viccen kívül, bazd meg, bárcsak viccelnék. Robi, ilyen érted, volt a 20. században. A régi bolsevik forradalmárokat a harmad generációs karrieristák japán ügynöközték meg, imperialista ügynöközték, és elvitették a picsába a gulágra. Ugyanez megtörtént. Az egész életedet a munkás mozgalomnak áldoztad, bazd meg, leverték a vesédet a cári börtönbe, meg a monarchiába, elvittek, betiltottak, még illegális kommunista volt, aztán a saját elvtársaid olyanok, akik nem is csinálták veled végig a bulit, bazd meg, azt mondták, hogy te imperialista ügynök vagy, érted? Ilyen volt a 20. században, geci sok. De legalább a 20. században megvolt a lehetősége annak, hogy végül megigazulj. Hogy végül rehabilitáljanak. Ahogyan mondjuk Demény Poli bácsi, aki a 20. századnak az ilyen leginspirálóbb ilyen baloldali, munkásmozgalmi politikai ikonja. Mert mindig a vesztes oldalon állt. Az egy csodálatos történet a Demény Poli bácsi. Én kérem, hogy nézzetek ennek utána. Egy ember, aki Horthy börtönében ült, aki Rákosi börtönében ült, 56-os volt. 56 után segédmunkás lett. És kommunista soha, volt végig. És végig kommunista volt, és soha életében nem volt MSZMP tag, viszont az MSZP alakulása után belépett az MSZP-be. Majd az 1990-ben felállt szabadon választott országgyűlési képviselője lett. És ott halt meg, a parlamentben. A parlamentben. Hogy ez... Ráborulva izére. Igen, ez valami olyan... Ez valami olyan csodálatos történet, és hogy mondjam, Demény Pali bácsinak, Pali bácsi megigazulhatott, és rehabilitálódhatott. Most a Stankóciak, a Szombatiak, a Bodolaiak, a Supermeniek és társaiak, ezek megigazulnak valaha? Ezek rehabilitálhatóvá válnak valaha? De nincs ekkora tétje se. Érted? Hát nem ülnek. Na jó, hát igen. Amekkora a meghurcoltatás, akkor a rehabilitáció. Ja. De bazd meg! Most eszembe jutott egy teológiai gondolat. Tudod, ez a légy hív vagy hű. Most ilyen régi magyar nyelven, ugye? Tehát ez a légy forró vagy direkt nem meleget mondok. Hogy a langyosat kiköpi az Úristen. A langyosat kiköpi az Úristen, és az egész korszakunk langyos, baszki. Langyos, bazd meg! A 20. századot hideg voltál, meg tűzforró voltál, jéghideg és tűzforró. Vagy itt, vagy ott, bazd meg, és ott volt te. Amit mondtuk Héja Siván kapcsán, tudod?
lehet utálni, de ott volt kockázata, te mondtad. A Samuelinek is, érted, hogy két ellentétes faszit mondjak. Volt a tettüknek, meg a kockázata, bazd meg. Volt kockázata, érted? Erre mondjuk azt, hogy a 20. századnak volt értelme, és bár ne lett volna, a 21. századnak nincs értelme, és bár volna. Uh-huh. Ja. És már nem tudjuk, hogy mit kívánjunk, mert semmi sem elég jó, tudod? Igen. Igazság az, hogy a 20. századnak egy mondjuk fele ennyi értelem kellett volna, és sokkal élhetőbb lett volna. Ez a 21. század meg elbírna kétszer ennyi értelmet, és még mindig nem állnának fel a kivégző osztagok. Ez abszolút így van. Egy ismerősöm most nemrég azt mondta, hogy azért szarok az én általánosításaim, egy vitába keveredtem a PC-vel meg ezzel kapcsolatban, és hogy ezek a bolsevik analógiák, mert már abszolút nem ez van. Nem értek vele egyet, de ez most tök mindegy. De abba viszont igaza van, azt mondja, hogy még talán, hát a 20. század egész más, azt mondja, még 30 évvel ezelőtt, írja nekem, és legalább nagy valószínűséggel meg tudtad állapítani az illetőről a szavazata alapján, hogy ő kicsoda. Milyen? Szocializáltságú, társadalmi beágyazottságú, stb. Nagy valószínűséggel. Ma ez nincs. Ma ez abszolút nincs. Megállapíthatatlan. Ma ez vagyok, holnap az, holnap után amaz. Cserélődnek az imágók is, érted? Most fideszes voltam, most ellenzéki, most Stumpfról beszéltél, vagy érted? Tehát, hogy ilyen, bazd meg, ilyen pillekönnyű az egész. Csak eltértünk a konteóktól, mert Robi, visszatérnék még egy izére. Most oda jönne hozzád egy csávó, de rendesen, tehát normális, és te nem vagy köcsög, meg tehát hogy ilyen fasz. Ez már science fiction. Ja. Igen, és azt, akkor egy csaj oda menne hozzád, és akkor azt mondja neked, hogy attól tartok, igen. Tehát, hogy figyelj, Robi, itt van ez az 5G dolog. Mi a véleményed róla? És ő mondjuk egy ilyen hívő 5G ellenes valami lenne. Te mit mondanál neki? Marhaság, fasság. Nem, így nem. Biztos, hogy így nem. Így nem lehet valakinek a tévképzetéről beszélni, hogy ez marhaság, fasság, mert ezzel gyakorlatilag megerősíted a tévképzetét, és semmilyen más reakciót nem adhat erre, mint hogy téged meggyűlöl, meg megbélyegez. Csak ezzel elmentünk. A legtöbb, amit tehetsz, az az, hogy nagyon érzékenyen, nagyon finoman, nagyon óvatosan utalást teszel arra, hogy talán elhamarkodott ezt mindezt így készpénznek venni. Azért a világ egy bonyolultabb képlet annál sem, hogy egyetlen egy szárra fel lehessen fűzni, hogy egyetlen tengelye legyen. Tudod, a konteóknak mindig ez a lényegük, hogy az a realitást, aminek 100 000 tengelye van, és 100 000 tengelyen feszül a realitás, azt egyetlen tengelyre felfeszíteni. Egyetlen értelmezési síkot adni neki, és abból levezetni mindent. Ez egy... Azt megpróbálni finoman utalni arra, hogy túl egyszerű képlet. És hogy a valóság ennél bonyolultabb. Sokkal több összetevője van, sokkal komplexebb szövet. Egyébként érdekes, amit a Robi mondott, tehát ez, hogy a valóság bonyolultabb, összetettebb, stb. Nem csak a konteók, hanem az ilyen totalitárius világnézetek is így működnek. Nem véletlenül, hogy hozzájuk viszont konteók társulhatnak előszeretettel. Mert így működik be az meg a genderista is. Mindennek van egy alapoka, az ősbűn. Egyébként ilyen bibliai sémákat, tudod, van a paradicsom, a matriarhátus. Volt az ősbűn, a patriarhátus, és akkor ebből így le lehet vezetni az egész üdvtörténetet, és akkor majd megvalósul megint a 70-féle LMBTQIXYZ társadalmi nemeknek a csodálatos paradicsoma. Kurvára bibliai sémákat alkalmaznak. A izéné, a munkásmozgalom, tudod, az osztályharc, az üdvtörténet, aztán eljut a kommunizmus. De erről beszéltünk legutóbb, hogy ez a katolikus szempontot alkalmaz, ezt akarom mondani. Ugyanerről beszéltünk, hogy a baloldal az tulajdonképpen a katolicizmusban gyökerezik. A jobboldali gondolkodás, vagy a mai jobboldali ideológiák, azok meg a judaizmusban. Ja. És abból aztán a protestantizmusban, és abból meg aztán a kapitalizmusban. És a neoliberalizmusban. Jó. De ezzel most nagyon eltérnénk. Visszatérve, tehát, hogy több, amit az előbb mondtál, tehát, hogy a konteóknak az a lényege, hogy egy dolog, egy központi, az a rögeszme.
arra fűz fel kurva sok mindent. Ebben nagyon hasonlítanak az ilyen totalitárius elméletekre, aminek egy központi eszméje van, és akkor arra fűz fel mindent. Miközben az egyik mégse konteó. Tehát egy sima totalitárius eszme, ami a történelmet egy szempontból magyarázza, és minden társadalmi jelenséget egy szempontból magyaráz, mégse konteó önmagában. Érted? A bolsevizmus önmagában nem konteó. A nácizmus nem konteó. Nem, a genderizmus nem konteó. De valójában, tudod, valójában egy gigakonteó, de valójában egy konteó. Igen, valójában egy konteó, csak nem aként. De a nem abban az értelemében, ahogy köznapilag azért, használjuk. Azért, mert a konteó az sokkal ártalmatlanabb, sokkal Robi, sokkal apróbb jelenségeket magyaráz a konteó. Amikor egy egész világnézetet építesz rá, akkor az már nem konteó, akkor azt már úgy hívják, hogy ideológia. Társadalom szervező, politikai ideológia. Igen, igen. Akkor már így hívjuk. De hát valójában egy konteó. Hát valójában az alapja, hogy azért egyszer valaha az ember egyenlő volt, igen, aztán jött a bűnbeesés, amikor az ember egyenlősége megszűnt. Tulajdonképpen sok tekintetben az utópikus szocialisták, aztán Rousseau fektették le ennek a gondolkodásnak az alapjait. És vissza kell vezetni az emberiséget abba a korba, ami a konteó szerint volt a bűnbeesés előtt. Van egy kurva nagy különbség mégis. Részben egyetért be veled, részben nem. A részben nem az, hogy az a kurva nagy különbség a kettő között, hogy a konteónak a lényege, és erről nem beszéltünk eddig a mai este folyamán, hogy valakik tudatosan csinálják a jelenségeket. A totalitárius ideológiákban ez ennyire nagyon direkte nincs benne. Nem tudatosan ott csinálták ott folyamatok vannak. Társadalmi folyamatok, érted? Jó, a vallási ízében persze az ördög csinálja meg. Azért várjál, bocsássál meg, de azért a tőkés osztály, ott a tőkések, a nagy tőkések, de a nagy tőke. Marx folyamatokról beszél, nem arról, hogy tudatosan összejönnek, és mint a Cion bölcsei, és mit tudom én. A pedig ilyen értelemben léteznek a Cion bölcsei, ők voltak az enciklopédisták. Hát akárhogy is a polgári társadalmat, igen, azt a rendszert, ahol a tulajdonképpen a kapitalizmust, azt a rendszert, ahol a polgári középosztály és nem a nemesek, nem a születési előjogokkal rendelkezők, hanem a polgárság kvázi a tőkés osztály uralkodik. Az a Cion bölcsei. Ezt az enciklopédia alapozta meg eszmeileg. És ők meg konkrét emberek voltak, akik összejöttek és írtak egy enciklopédiát. Igen. Kvázi. Csak ő rájuk nem hivatkozhat megrontóként Marx, mert ő rájuk a másik oldal hivatkozik megrontóként. Mert az a progresszív folyamat része volt. Na, de hogy lett volna a progresszív folyamat része, amikor az lett az eredménye, hogy kapitalizmus lett, meg tőkés osztály lett, meg polgári középosztály lett? A progresszív, csak leváltandó. A feudalizmushoz képest, érted? Tehát az folyamatában nézi. Tehát a polgárság az pozitív volt az elmúlt évszázadokban, most már negatív le kell váltani. De a polgárság... Sose voltál marxista. Igen, de a polgárság... Igen, de a polgárság... Én legalább polgárság igen. Nem polgárság nem értelmezhető kapitalizmus nélkül, meg tőke nélkül. Hát ez egy ugyanannak az érmének a két oldala. Csak folyamatosan csak az egyik oldalát olvassuk le, és azt mondjuk, hogy ez a pénz jó, nem. Mert ez az oldala jó. Nem, a másik oldalát meg leválasztjuk még róla. A kommunista kiáltványban is benne van, hogy elismeri a burzsuáziának az erényeit. Én csak arról érted? Beszélek, hogy ez egy ellentmondás, ami sosem lett feloldva. Ja, valójában nagyon messzire ment. Burzsuázia nem létezik kapitalizmus nélkül, és kapitalizmus meg nem létezik burzsuázia nélkül. Ez meg nem egy hidegtál, hiába kezelte úgy a Marx, hogy hát ezt kérem róla, ezt meg ott hagyom, tudod, mint egy svéd asztal. Ne, ez nem olyan, hanem baszki, ez egy csomag. A burzsuázia és a kapitalizmus az egy és ugyanaz a csomag. A polgárság, meg a felvilágosodás, meg a polgári forradalmak, akkor is ugyanaz a... De a marxista fejlődés elméletben értsd már meg, hogy maga a polgárság is és a kapitalizmus is pozitív a feudalizmushoz képest. Értem, én értem, csak arról beszélek, hogy ez egy ellentmondás. De miért? Azért, mert amikor a polgári társadalmak meghaladták a kapitalizmust,
azzal teljesen egyidejűleg szervesen megképezték a kapitalizmust. Nem az történt, hogy... meghaladták a feudalizmust, véletlenül kapitalizmust mondták. Tehát meghaladták a feudalizmust. Akkor, a feudalizmust, és megképezték a kapitalizmust. Nem volt olyan pillanat, hogy már létezett a polgári középosztály, már léteztek az emberi és polgári jogok, már létezett a forradalom, már létezett ez a burzsoázia, ja, értem, de még nem volt kapitalizmus, még nem volt embernek ember által való elnyomása, akkor kiszolgáltatása, darabbér, stb. Akkor nem ellentmondás, hanem te a marxizmusban azt látod, hogy ott is valami isteni tervezettséget sugalnak. Nem, én azt mondom, hogy úgy kezelik a történelmet olyan vágyvezérelten, mint a Conteó hívők. Ja, mert hogy értem, valójában egy kikázi Conteóról van szó. Értem, és értem. Az a történelmi jelenség, ami igazolja őket, és beleillik abba az eszmerendszerbe, meg azokba a történelmi célokba, amelyeket maguk elé tűznek, azt jótékonyan magukhoz emelik, és elismerik, és fontosnak, és követendőnek, meg progresszívnak tartják. Szubjektíve ellentétben... szelektálnak. Igen, de olyan dolgokat alapján, szelektálnak, igen. Tehát úgy csinálják, minthogyha én a személyiségedet leválasztanám a lelkedről, vagy az egódat leválasztanám az intellektusodról. Ezek egyek, ezek szervesen egyek. Abban a pillanatban, hogy leválasztom, mindkettőt megölöm. Aha. Mindkettőt megölöm. Igen. Se ez nincs már, se az nincs Világos. Már. És ugyanez a kapitalizmus, meg a polgári társadalom. Az egyik, tudod, az egyik feltételezi a másikat. Valójában, ha társadalmi szempontból nézzük, akkor polgári társadalomnak hívjuk, ha meg gazdasági szempontból nézzük, akkor meg kapitalizmusnak hívjuk. A marxizmus hívjuk. Mind a kettővel le akart számolni, a polgári társadalommal is. Értem. De mégis jótékonynak tekintette a feudalizmushoz képest. De a kapitalizmust is a feudalizmushoz képest. Tehát a pénzgazdálkodást. Tehát de beépítette ezt faszán. Nem így, ahogy te elmondtad. Logikusabb ennél. Na, de ettől még kibaszottul vágyvezérelt. Az más kérdés. Figyelj, egyébként tudod, mit mondott Marx a Judenfrage, a zsidó kérdés. Van egy ilyen írása. Egy ilyen antiszemita írása egész a pontosan. A zsidó Marxtól, ami egyébként vicces. Szóval, hogy De tudod, várjál, Marxnak azért tudod, bizonyos dolgokat azért szabad. De tényleg így van. De a 19. században még azért ez más volt, mint a És ez mióta érv után, már, ne haragudjál. A holokauszt után már. Igen, de ez szabad. Mióta érv? Mióta érv, hogy valamikor a történelemben bármi is más volt? Hát én szoktam így érvelni, rendszeresen. Na hát ez itt a probléma, ezért fognak téged kivezetni innen hamarosan. Hát az lehetség, örültök mi, lófaszt a seggetekben. Na, tehát visszatérve, figyelj, és azt mondja, hogy miért kéne a, jó, nem szó szerint, de ez azért, most miért kéne a akkor volt a zsidóság asszimilációs kérdése, tudod, hogy meg asszimiláció. Miért kéne a zsidóságot asszimilálni, amikor az egész világ vált zsidóvá? Írja Marx, bazd meg, tehát vágod. Nagyon, nagyon könnyen betöltjük majd a helyedet egy megbízható elvtársal itt ebben a fotelben. Azt érzem. Na, de figyelj, visszatérve erre, ugye azért én azért továbbra is, oké, hogy vágyvezérelt, elismerem. Egy szempontú, elismerem, ebbe hasonlítanak. De hidd el, hogy a Conteó attól Conteó, hogy valakik összejönnek, tehát ott nem folyamatok vannak, nem társadalmi meg gazdasági folyamatok, hanem összejönnek, és tudatosan eltervezik, és megvalósítják. Ezért, hagyd mondjam már végig, bazd meg, elfelejtem. Ezért ez tulajdonképpen egy nagyon ősi, arhaikus, kicsit mágikus gondolkodás, olyasmi, mint amikor az istenek a trójai háborúba összejönnek, tudod, és eltervezik, hogy ott mi lesz. Tehát gyakorlatilag az összeesküvés elméletek, azok voltak épp ilyen arhaikus vallási maradványok, baszki. Mert az összeesküvők, azok ilyen ember feletti, vagy ember alatti, de most ilyen értem, tök mindegy, tehát ilyen borzalmas hatalommal bíró ilyen szuperlények, még a gonoszok is, akik a történelmet, vagy annak valami nagyon fontos szegmensét igazgatják, érted? Irányít. Conteó egy vulgár ideológia. Vagy ha úgy tetszik, egy bulvár ideológia. Valláspótlék. Valláspótlék, Robi. Hogy valójában arról van szó, hogy egy nagyon igénytelen ideológia. Egy összebaszott ideológia. Tehát tulajdonképpen ideológia akart lenni, csak kontárok csinálták. Tehát nem egy Marx,
aki tudja, hogyan kell ideológiát gyártani, mint egy cipőfelső részkészítő, amelyiknek ez egy szakmája, baszki, és elvégzi úgy, ahogyan az a na, kurvára nagykönyvben meg van írva, tudod? Igen. A szakmájának a mestereként. Na, és amikor meg kontárok csinálnak cipőt, tudod, amiben aztán nem lehet járni, mert már a második nap beázik, és két hét múlva kidobhatod, na azt hívják úgy, hogy konteó. Értem. Össze lett baszva. Értem. Egy ideológia. Konspirációs teória. Utálom egyébként ezeket. De azt gondolom, hogy az ideológiák is konspirációs teóriák, csak jobban ki lettek dolgozva. Szofisztikáltabbak, elaboráltabbak. Így van. Így mondja így az van. Értelmiségi. Igen. Köszönjük. Na, szóval, figyelj, de most egy picit hagyjálják a konteósok mellé. De most komolyan. Figyelj, azért olyan tényleg létezik, hogy titkosszolgálatok megbuktatnak kormányokat. Olyan tényleg létezik, hogy tőzsdén manipulálnak, meg lebegtetnek devizákat, meg hasonlókat. Tehát magyarán azért van valami alapja. Nem. Érted? Várjál, de ne haragudj. Ilyen nem, létezik. Ne haragudj, nem alap. Titkos társaság, ugye a szabadkülműveseknek a 18. században tényleg kurva nagy hatalmuk volt. De érts, hogy ez még mindig a szűkösvény az őrültség meg a bolondság között. Ez most csak amellett érvelsz, hogy nem szabad mindent elhinni, amit nyomtatva olvasol, meg kivetítve látsz. Tehát világos, hogy nem kell bolondnak lenni, hanem vannak bizonyos folyamatok, nyilvánvalóan vannak... Mögöttes dolgok igen. Léteznek a világban. Egy kurva szóval nem mondtuk, hogy ne léteznének globális hálózatok. Csak ez nem azt jelenti, hogy... ne léteznének elnyomó rezsimek. Vagy hogy úgy mondjam, ne léteznének autoriter rezsimek. Ugye ez a nagy tengely, ez a félelem nagy tengelye. Ugye az egyik oldalon vannak az őrültek, akik a globális hálózatokról beszélnek állandóan, mint nagy veszélyről. A másik oldalon meg a bolondok, akik meg az autoriter rezsimekről beszélnek folyamatosan és kizárólag, mint nagy veszélyről. És az igazság az, hogy én meg szeretném úgy pozícionálni magam, hogy valahol a félúton a bolondok meg az őrültek között, egyaránt megijedve az autoriter rezsimektől és a globális hálózatoktól. Igen, nálam ugyanez van, csak pont fordítva, én mind a kettőnek igazat adok a másikat tekintve. Tehát amikor mondjuk a banánköztársasági diktátor, aki mondjuk egy büdös tömeggyilkos, valami Idi Amin Dada, meg ilyen figurák, még nekik is igazuk volt abban, hogy... külső, tőkés, imperialista érdekkörök támadják őt, és a demokrácia csak egy ürügy arra, hogy ott újra gyarmatosítsanak. Még ezeknek is igazuk volt. De ettől még ők tömeggyilkos geci. De azért mondom, érted? Hogy ettől ők még azok. De nem volt igazuk, mert valójában ez nem az ő igazságuk volt, hanem csak a hivatkozási alapjuk arra, hogy gyilkolhassanak, hogy hatalmaskodhassanak. Tehát nem volt igazuk, még hogyha az, amit mondtak, abban volt is igazság, az nem az ő igazságuk volt, mert nekik nem igazságuk volt, hanem nekik hivatkozásuk volt. De a hivatkozási alap viszont igaz volt. Mert úgy működik jól. Csak nem jogosult, Robi. Nem jogosult, de attól még igaz. Olyan hivatkozási alapot kell találni, aminek van egy igazság magva. Mert így működik jól a hazugság. Így működik jól az intézményes hazugság, hogy kell, hogy legyen egy igazságmag, és arra kell felépíteni egy hazugság szövetet. Én azt gondolom, hogy a Soros terv, meg a Soros Györgyöt illető kormányzati konteó tömeg is ilyen. A mélyén van egy igazságmag, egy milliárdos tőzsdespekuláns, akit államfőket megillető külsőségek közt fogad az Európai Unió, és aki az Európai Uniónak ilyen migráció megoldási terveket vázol. Igen. Hát ezek tények. Jaj. Na, hát erről beszéltem. Na erről jó van ember. Szó. Így működik jól a média hazugság. Kell egy igazságmag, és arra kell felépíteni egy hazugság szövetet. Most ugyanez a helyzet a tudod, a riogatásnak,
meg az ijeszgetésnek minden szintjén. És ahol nem ez a helyzet, ott nem is működik. Tehát tudod, ha ez az igazság mag hiányzik, ami a Soros György esetében egy tényleges, egy valós demokrácia deficit, meg jogállami probléma. Hogy itt van egy tőzsde spekuláns, akit senki nem választott, és aki médiát gyárt a világ ezer táján, aki politikát gyárt a világ ezer táján, aki migráció megoldási tervet gyárt Európának. Nemzeti valutákkal spekulál, igen, megsortol különböző devizákat. Igen. Tehát itt létezik egy ilyen probléma, aztán ebből legyártani a világ nagy problémáját, ez a média hazugság. Igen. A világ igazi nagy problémáját, amit meg kell oldani. Igen. Valójában, ha nem így gyártanak le egy média hazugságot, akkor az nem működik. Igen. Akkor az nem működik. De a valóság mag megvan, arra végtelen mértékű és mennyiségű hazugság szövetet lehet ráépíteni. És pont azért, mert a posztmodern eszmei térben, meg a posztmodern kommunikációban a valóság mag az mindent igazol. A teljes hazugság konstrukciót igazolja. Ja, oké. Ámen, viszont térjünk vissza az 5G-re. Így a vége felé térjünk vissza az 5G-re. Tehát oda megy hozzád valaki, és akkor azt mondja, figyelj, Robi, szerinted tényleg sugároznak az agyunkba? Vagy mi a picsáról szól ez az 5G? Valami ilyesmi, nem? Egy implantátum, vagy vírust be az agyadba, nem tudom. Tehát ilyen, mondjuk tegyük, jó, én nem tudom, de tegyük azt, hogy sugároznak-e az agyadba, és befolyásolnak-e téged, és akkor azt mondod, hogy hát figyelj, a valóság ennél bonyolultabb, stb. De konkrétan az adott kérdésre tudsz-e mondani, mert ugye azt mondod, hát jobb az, meg én ebben nem hiszek. Miért nem hiszel? Honnan tudod, hogy nem? Nem, és halálka, honnan a faszból tudjuk, hogy nem? Nem, egyszerűen csak arról van szó, hogy van egy fogalmunk a realitásról, és nagyjából minden ilyen konteónál végez az agyunk egy számítást. Mekkora a valószínűség ennek a faszságnak, amit éppen hallottál? Erre ez ki tud jönni egy 94%-os vagy egy 14%-os érték. A 94%-os értékre azt mondjuk, hogy hát kurvára úgy tűnik, hogy így van. A 14%-osra meg azt mondjuk, hogy hát a valóság komplexebb, ez egy bonyolultabb szövet, stb. Hogy, ha udvarias vagy, és meg akarod baszni a csajt, aki jön hozzád a konteóval. Vagy egyszerűen csak azt akarom, hogy ne gyűlöljön meg. Érted? Hogy egy nap megbaszhassam, hát mi másért? Igen, világos. Hogy minden esetre a hazugság az soha nem tetten érhető, amíg ott van a valóság mag a mélyén a dolognak, tudod? Mert a hazugság, ami arra ráépül, az mind szervesen kikövetkeztethető a valóság magból, és annak a csatornáit meg már nem kontrollálja, meg nem ellenőrzi senki. Lehet, hogy úgy van. Ha a valóság mag igaz, csak az Isten tudja, hogy úgy van-e. Ha a valóság mag igaz, már föl tudod építeni a fejedben azt a struktúrát, amely azt igazzá teszi. Aha. Gondolj bele, itt van az oltás ellenesség. Például. Vagy a chemtrail. Tudod, hogy a repülőgépeknek igen, a csíkjai igen. Azok ilyen mérgek, amikkel mérgezik a szervezetedet. Na most hogy hívják, a kerozin, az meg. Az tényleg igen, de a chemtrail az nem azt állítja, tudom, hogy a kerozin. Tudom. Na, de az igazság maga az, hogy mérgező a kerozin. Az igazság maga az, hogy húz egy csíkot a repülő. És hogy az a csík, mert tudod, a megkérdezed erről a pilótát, meg megkérdezed erről a légitársaságot, és azt mondja, hogy hát az a csík, az ezzel jár, igazából csináltuk, tudnánk úgy is repülni, hogy nincsen csík, csak sokkal drágább lenne, mi meg hát igazából pénzt akarunk keresni ezzel az egész szarral. Aha. Úgyhogy húzzuk a csíkot addig is, az most ki a faszomat zavar. Aha. Na, erre mondja azt a konteó hívő, hogy az a csík, az úgy magától meg úgy mellesleg nem képződik. Az, hogy az a csík az ott van,
az bizonyít valamit, azt a csíkot oda rakták. Tehát, hogy nem úgy a csík az nem azért van, mert azt tolja a repülőt. Tehát mérgeznek vele. Hát különben nem lenne csík. Kinek érdeke a csík? És tudod, így teszed fel a kérdést, kurva aha, hamar eljutsz odáig, hogy bazd meg a gyík embereké, hát mi másért? Aha. Érted? Világos. De ugyanakkor meg... Ugyanakkor meg... Itt a íme a bizonyíték, bazd meg. Földön nincs csík. Földön nincs csík. Ja. Van. Vagyis van, de a csíki kóla. Az egy nem. Másik csík, igen. Az asztalon van a csík, bazd meg, de igen. Az csak a izé. Igen. De az csak csík megy, Vármegyében van. Igen. Na. Szóval, én... De ugyanakkor mondjuk elhangzik egy olyan kijelentés, hogy hát ha te Huawei telefont veszel, abban a Huawei telefonban bármit beírsz, vagy bármit bárhova az küldesz. Nekem, az a... Na, a kínai kommunista párt információs bázisán landolnak az információk, aha, amiket nyomkodsz. Ha meg bármilyen más telefont veszel, akkor az meg a CIA-nak az információs igen, központjában igen, landol igen, az az információ, igen, amit belejutsz. Na most erre már azt mondanám, hogy hát ennél nem is olyan nagyon sokkal komplexebb a valóság szövete. Így van. Ez minden bizonyat, tehát ez te, Robi, meglehetősen megfelel a valóságról alkotott képemnek. Volt veled olyan tapasztalat, hogy beszéltél valamiről, mondjuk arról, legutóbb velem történt a párommal, hogy elszaródott a mosógép, és a Facebookon utána folyamatosan mosógép reklámok jelentek meg? Igen. Igen, de ez még nem az, amiről beszélünk. Ezeket a Google végzi. De bazd, vagy a Mark Zuckerberg végzi. Ez nem alkotmányellenes? Vagy ez nem... emellett mindenki elmegy? Tudod, hát ez a privát szféra. De tényleg azt gondolod, hogy az alkotmány szabályozza az életünket, meg a hétköznapjainkat, meg azt, hogy mit tehetünk, vagy mit nem? Igen, és nem a én tőke. Mindent elhiszek, ami le van írva. És nem a tőke. És nem, bekapcsolom a tévét, és elhiszem. Hát akkor most értem. Átkarolom a válladat. És be a leereszkedem hozzád, és elmondom, hogy csak apán, semmi buzulás. De tényleg ezt a sok hülyeséget mind elhiszed. Érted? Higgyed el nekem, hogy ez a te érdekedet szolgálja. Aha. Elszaródott a mosógéped. És baszki, a te nagyobb komfortod, a te kényelmesebb életed érdekében, aha, kaptál egy csomó, igen, nagyon kedvező ajánlatot a Facebooktól, aha, hogy a mosógépet hogy szerezd be. Most ebben mi az alkotmány ellenes, hogy neked egy kicsit jobb? Igen, de egyébként ez csak tudod, ez Robi, pénzügyi, nem? Ez pénzügyi gazdasági érdekek mentén zajlik ez a folyamat, ez nem az, amiről az imént beszéltem, én hogy a CIA-nál meg én értem, a kínai kommunista pártnál landolnak az adatai. De már engem ez is gecire zavar, hogy nem gépeltem be sehova, hogy mosógép. Miért kéne begépelni? Csak beszéltem de róla, érti, vágod, érti a beszéltem. Mesterséges intelligencia. De érted? És ez senki engem, nem dolgozza fel. És tudod, mondok neked valamit. Kimennek, csak az algoritmus kimennek végzi. Az index miatt tüntetni, hogy sajtószabadság, na most én ezt durvábbnak tartom, mint hogy az indexnél fölálltak és elmentek. Még akkor is, ha a legdurvább forgatókönyv az igaz, és tényleg a NER lenyúlta, és feszültség, és elmennek, és ez egy tragédia, és sírunk, bazd meg, ezt én sokkal durvábbnak tartom, ezt a mosógépes sztorit, mint az index sztorit. Érted? Én meg azt tartom nagyon durvának, hogy azok, akik a sajtószabadságért tüntetnek, meg a véleménynyilvánítás szabadságáért tüntetnek, azok másnap, a tüntetés másnapján tiltanak, törölnek és karaktergyilkolnak mindenkit és bárkit, akinek más a véleménye, mint az övék. Na hát ez meg a tudod, tudod, mennyi, tényleg a sajtószabadság? Tényleg a véleménynyilvánítás szabadságának az elkötelezettjei? Tényleg azt féltik annyira? Vagy inkább a saját törzsük dogmáit és értékeit és érdekeit. A kérdésed, barátom, retorikai kérdés volt. Így van, nem kell rá válaszolni, kérdés. Mert a Magyarország a válasz erre a kérdésre. Ámen. Ez Uben. Volt az apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát. Ez kurva jó volt. Jó volt. Ez egy pörögtél most is. Alig bírtam szóhoz, de egyébként jó volt.